Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, elindult a kedd, és szörnyű az idő. Legalábbis nálunk baromi nagy köd, aztán utána, amikor a ködből kiérsz, eső, gyerekek, úgyhogy hát neki készüljön, mert nem... Egyelőre csúszik még ez a tavasz, bár februárban még nem is dolga itt lenni, ugye? Hát, nincs túl jó idő. Nem sok örömhormon termel eddig nekem ez a reggel, hogy kijöttem is ez a nyálkás, nyúlós, ilyen mindenféle ilyen fura, megnevezhetetlen és meghatározhatatlan csapadik, igazán meleg sincse, meg hideg sincse. Olyan semmi. Én ennél jobban bírom a -10-et, amikor úgy egyértelműen tudod definiálni, hogy rohadt hideg van. Látod, nem? A tél van, igen. És akkor tél van, tudod, de ez amikor ez a köd így bebújik a kabátod alá, és akkor ott esik valami, vagy szemerkél, vagy szitál. Tessék? Nincs is kabátod. Hát így, most ezt képletesen mondtam. Képekben. Megint így jöttél otthonról. Én mind nagyon ritkán veszek kabátod. Nem szeretem. Egyszer. Nincs valaki szabályozza ezt például, ezt az időt, mert állandóan azt hallgatom a vidéken, hogy a földeken áll a víz, most megint esik, de hova már? Most hova? Sok eset idén, azt én nem tudom. Igen? Igen. Hát ez a belvíz, ez szinte állandóan. Hát figyelj, medencében vagyunk, persze, hogy megáll a víz, nem? Hát most érted. Hát. És megint. Nézd meg, nézd. Bejön, medencébe meg kéne találni a dugót, érted? Hát kihúzná a leengedni a gyerekek. Hát szinte mélyföldön vagyunk, hát itt persze, bocsánat, hogy megáll a víz. Egyen lennénk lefolynon tenger, hát ehhez képest meg, vagy ahhoz képest meg egész jól állunk, nem? Igen. Szóval tényleg értelmezhetetlen az időjárás, és ezáltal értelmezhetetlen az ember hangulata is, mert ugye nem tudod, hogy most ennek örülje, vagy ne örüljél, hogy szóval, hogy... Meg azért legyünk összeték felé most. Hallottam már olyat, hogy egy vidéken az állattenyésztésből, vagy mezőgazdaságból élő ember azt mondta volna, hogy minden nagyon rendben van. De ja, nincs, ebben igazad. Ha meleg van, az a baj. Keveset fialt, sokat fialt, kevés a víz, sok a víz, keveset sütött, sokat sütött. Na jó, akkor túlélősked lesz. Túlélős kedvünk van. Így van, túlélős kedvünk van. Viszont apró pénzt találtam a cipőben, úgyhogy most meg is nézem, hogy mennyi. Hát, na. De végig is benne is van? Hát csomó ideje benne van, és egy nem vettek. Apró pénzt találtam a cipőben. Na nézzük csak. 200 forint. Nagyon jó. Egy 20 ezeres. Találtam 200 forintot. Gyerek. Ilyenkor Viki teszi bele, hogy legyen valami kifli pénzed, ha büfébe mész, vagy a gyerek. Ez ilyen nagy Mikulásnak. Lehet, hogy ingyen melózzon már. Lehet, hogy valami Valentin napi ajándék, és akkor ezt kaptam, vagy Mikulás. De 200 forint azért az nyom. Tehát, hogy most így... Nyomott, de hát valahogy be kellett jönni. Egy csomószor nem vettem ki, és ma döntöttem el, hogy most már kiveszem a cipőmből. Tehát ma volt elég a nyomásból, és ma kivettem. Ja, hogy ez nem ma reggel vettem? Nem, már egy csomó ideje benne van. Na, úgy szálltam ki a kocsiból reggel, amikor jöttem ide, vagy most kiveszem, jó ideges, itt most már nem bírom tovább. És akkor most nagyon jó. Nagyon jó. A másikban nincs. Na, azt hittem, hogy a másikban 4 üveg golyó. Úgyhogy gyerekek, hát ilyenek van. Gyerek nálatok elveszi a ilyen aprót, és elrakosgatja. Például a Noel. Tessék? Megeszi. Szereti a Benny, igen, még úgy nagyon nem érti a lényegét, de úgy szerintem minden apró dolgot szeret egyébként. Na, ez gyűjtöget, beviszi az ágyba, játszik vele, de nekem örülök, mikor pénzt látok nála, de csend. Tehát ellopogatja azért ezeket. Ez a bajom, ha nem érti a lényegét. Nálunk egyszer volt az, hogy kigurult a zsebemből az apró, és akkor azt mondtam a srácoknak, hogy akkor gyűjtsük. Ti fogjátok, itt van ez a kis perse, tegyük bele. És ugye rájöttek, hogy az érték. Tehát, hogy tudta, hogy ha lemegyünk a boltba, abba fagyit lehet venni nyáron, vagy mit, egy csokit, akármit, és most már kiveszik a zsebemből az aprót, és gyakorlatilag egy ilyen 5 literes befőttes üvegbe áll. És mondtam, hogy az viszont nem korrekt, hogy lopsz, érted, hogy a apád zsebéből kiveszed hogy hívják, ott még akkor is a családon belül marad a dolog, hogy ezt dumáljuk már meg. És mondják, hogy de hát apa a múltkor ideadta. Hát anyának sem mondott, hogy lop, amikor kivett. Hát az más, a gazdám az elviszi, az már csak így van. De hogy hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy na, akkor oké, ez még belefér, tedd el, rakosgass be. Hát amikor már ő ad kölcsön, na az már... Ott szóljak, hogy persze. Ott most itt álljunk meg. Virág is szerette ezt nagyon, ezt a gyűjtögetős vonalat, és ezt ugye az évek során mindenfele elkezdett ilyen, volt ott, mit tudom, kaptunk ilyen ajándékba pénztárcát, meg volt ilyen levedlet régi kacat, amiben már nem rapakoltuk, és akkor mindig bepakolgatott, és most, hogy rendezgetem a régi holmikat, előkerült 2-3 ilyen pénztárca, meg malacpersely, meg kutyaházas persely, meg minden, és mit egy
egyikben volt egy kis apró, és tökre örültem neki. De csak ilyen 5 forint, a 10 forint, ami azért, hogy összerakosgatod, az milyen. Nem, mert a virág mondjuk egy 1000-est is simán lenyúlt a pénztárcámból, úgyhogy aztán azt így elrakta magának. Azért is költött? És azt mondja, nem. Takarékosak. Hanem így szépen így félretette. És kicsit ilyen mamás, hogy ide járdokok egy kicsit, hogy majd előjön. Igen, és akkor másnapra elfelejt, hogy hova dugta. Igen, a gyerekek ilyenek, hát így szeretnek így lopkodni, meg gyűjtögetni, aztán az ágyában, én mindig a Benének az ágyában találok meg egy csomó minden, szóval ő oda hordja be este. Mesenézés van, és akkor oda szépen berakosgatja. Úgyhogy, hát igen, ez van. Édehotelt kinéztem. Én néztem, belenéztem pontosabban, mert a két gyereknél azért kell szakkörözni este. Akkor nagyon jó volt, na, ahogy hallom. De mit vártál? Itt mindig az a kérdés, hogy mit vártál? Ugye, hát ez ilyen műfaj. Hát itt az könnyűvérű lányok is. Non plus ultrája. Tehát, hogy így tudod, így várod a következő mondatot, meg már rettegsz is tőle, hogy mi lesz az. Én nagyon bírom. Mert én nagyon szeretem. Picit ilyen mazoista vagy, akkor az, ez imádnivaló ez a műsor, mert hogy így tudod, ez a, nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem, ilyen mondatok nincsenek. Nem, ilyet nem mondhat valaki. A leges, legjobb rész volt, amikor kérdeztek egymástól. Tehát amikor bejött a fiú, és a lányok kérdeztek, és úgy elkérdeztek egymás mellett, hogy kérdezett valamit a lány, és nem arra válaszolt a fiú. Volt ismerkedés. Ugye ez egy tulajdonképpen egy párkeresős reality, ha van párod, nem esel ki. Persze akkor is kiesel, mert itt mindent irányítanak. Tehát itt bármi megtörtén. Tehát nincsenek szabályok a műsorban. Egyébként tök jó. Tehát itt bemész, holnap már kiszednek, ha nem vagy szimpi, vagy nem játszol jól, vagy bármi. De ugye azóta, amikor egy fiú áll, és a lányok kérdezhetnek, tőle, a lányok bejelentkeznek a fiúra. És akkor mit tudom én, kérdezte az egyik csaj, és mennyire vagy rámenős. Figyelj, ha igen, ha nem, de ha igen, akkor ha nagyon, de egyébként nem, mert a fekete a kedvenc színem. Jó, akkor jött egy másik kérdés. És figyelj, imádtam. Hogy úristen, mi lesz a következő mondat, és hogy nem tudod, hogy visszagyere reklám után, mert hogy te érzed magad kellemetlen. Tudod, amikor így körbenézel egy szobába, hogy nem látja valaki, hogy külön szeretem. Én azt az életérzést külön szeretem. Nekem most ilyen borzongás nem volt egyébként. Tehát amikor zavarban vagyok a tévé előtt, nem volt. Rámenős vagy komolyan veszed ezt a játékot? Figyelj, ez is vagyok, az is vagyok, ha kell ilyen, ha kell olyan, de bármit megteszek, hogy ez most jó legyen. De a lényeg, hogy magamat adjam. Aha, jó, van, nagyon eredeti. Na, igen. De a lényeg tényleg, hogy magamat adjam, és mikor jelentkezni kell a srácokért, a csajoknak, és akkor ketten felteszik a kezüket. És így srácon látszik, hogy nem az a kettő kezét, akire számított. És akkor így, na, válasszál. Nagyon nehéz a döntés, nagyon. Tudod, nyilván nem mondja a szegény, hogy hát a másik háromból szerettem volna választani, erre a kettőre nem is gondoltam volna, ők nem az esetén, nem, mert tudod, udvarias kultúrát a srác, ő volt talán az egyetlen ilyen, és akkor így, nagyon nehéz, jó, picit mondani kifutuk az valamit, időből, mondjál már valamit. Jó, én nagyon szerettem, amikor még a viaszhatom menne, szerintem jó a műfaj maga, ő magában soha nem tudott, hogy mit történik. És amikor választottál az első műsorban, itt már jársz is, a lányja, hát itt vagy pár vagy? Vagytok, de aztán jönnek a hódítók, akik majd megpróbálnak téged elszeretni tőle, aki pár nélkül marad a párválasztáson, az ugye kiesik, de nem csak az esik ki, bárki kieshet, mert itt belögdösnek, kiszednek embereket. Igen. Tehát kvázi tűnik, hogy nagy kvatyvasz az egész, hát nem olyan, mint hogy a VV, ahol eldöntik a játékosok, hogy kimenjen párbajozni, és csak arról döntenek a nézők, itt nem döntenek semmiről a nézők, mert ugye nem élő a dolog, itt mindenről a szerkesztők döntenek. Úgyhogy vagy kiszednek, berakják az ikertesódat, kiszedik, össze, akkor azt mondják, hogy ti cseréljetek párt, tehát ez egy logikai sakjátszma szerkesztők részéről. Egyébként egy szabad terepasztal, amit lehet majd pakolgatni. Hát ez így volt már a viaszatos időkben is. De, és háttérműsor Pamelával és Berkivel, hát azt a sútyosságot, ami ott van. Atya úristen. Ja, utána van még egy interneten. Utána még én kaptam meg Amerémt az SMS-eket, hogy kapcsolját, mert háttérműsor van. Családi fesztivál. A háttérműsor van az egyik, mit tudom én, szatellit csatornán, tök mindegy, a Berki Pamela a családi fesztivált nyom. Hát, hogy ott? Na, hát ott aztán. Beszélget egymással két ember, akik egyébként hétköznapokban egyetlen vannak, tudod? Úristen. Itt nagyon gondolkozom mindig, na el kell gondolkozom azon, hogy mi a másik alternatíva. Tehát maga, mint műsorvezetés, és maga, mint ez egy szakma, és az ember azért ezt tanulta, és csinálta, és képezte meg, na ennek itt vége van. Tehát, hogy soha nem akarom, hogy egy kalap alatt nem vannak cserek. Tényleg vannak, ahogy vannak. Nagyon jó dumákat nyomott. Vannak jó dumái. Jó dumákat nyomott. Jó dumáinak a felét a fülére mondták, de jó dumákat nem nyomott. Nem tudod eldönteni, ki a jobb az öntömjénezésben, a kassa vagy a Berki, tehát hogy ki a csúcsa ennek a műfajnak ebben az országban. Hát nagyon komoly. Figyelj, nagyon ha beindul, jó lesz. Tehát akkor tud jó lenni. Az a jó, én bírom, mert van egy kis időm, én bírom azért nagyon trest. A VV-t egyáltalán nem néztem, nagyon homogének a karakterek, én azt egyáltalán nem szerettem most, mert mindenki ugyanolyan kicsit.
Lehet, hogy itt is az lesz, és három nap után nem nézem, de 10 percet mindig rászállom. Jó, de itt mindenki, például mindenki a végzet azt, hogy én azt szeretem, mert ott vannak a lányok, és akkor mindegyik is ez a oké, feküdj úgy, gyere úgy, menj úgy, dobáld magad, tudod, és így... De erről szól, figyelj, ez egy trash reality, illetve nem is tudom, mennyire reality, ahol neked kicsit ribancnak kell lenni, neked kicsit hódítónak kell lenni, neked kicsit macsónak kell lenni, minden fiú ki van gyúrva, minden csak nagyon dobja magát. Kedvencem a lány, aki mindenen nevet. És mit szeretnél? Hát először az a baj, hogy... szeretnék venni egy a... ha megnyerem... Imádom. Sört, akkor ha fog húzni... és akkor veszek egy lakást, és akkor... és mit fogsz ott csinálni? Szerintem egész nap nevetni. Hát, nézd úgy, hogy ne azon gondolkozz, hogy ez miért rossz, vagy az miért rossz, csak nézd. Nem. Tehát, hogy csak nézd a párbeszédeket, nézd azokat a buli és estéket, nézd, amikor csak így ők így buliznak és dumálnak, hogy milyen párbeszédek vannak. Figyelj, nagyon szórakoztató. Nagyon szórakoztató. Már így gondolkodtam, nem mondom, felébresztem Mónit. Na tehát, persze, hagyjuk, aludj meg később, és ezt most néznek, mert hogy ez nem, figyelj, nem hiszem. Én sírtam rajta, és azon gondolkoztam, úgyis a lányom lenne, és egyszer látnám egy ilyen műsorban. Jézus Atya úr. Ha fiad, akkor az más. Szerintem az más. Igen. Egy fiú, igen, egy fiú elmegy és bulit keres. A csajot ribiskedik, azért azt nem szívesen nézed. A fiúnak az jó, most egy 23 éves fiú persze mindenkivel akar feküdni, ez valami természetes. De egy nő ott fél részeken ott rázza magát, és táncol ilyen nyomorultul, fél leszakadt sminkel, félig megtépett fürdőruhába a bárpulton, miközben a hárman ott fogdossák, ez szerintem nagyon más. És az zavarni fog, hogyha Benny mondja el ezt a mondatot, amit az előbb idéztél, hogy szerintem igenis, meg nem is, de... Fog, kifejezetten fog. Ez már most, azért már most, zavarna, már most összefüggőben beszélt. Néhány fiú karakternél már most jobban beszél, úgyhogy... Igen, mert a srácok ezek bulizni mennek. Persze, jól meg egy fiú, sajnos, stb. Ilyen a világ, hogy egy fiú, ha hatott levar, akkor nagy kan, ha a csaj viszont fél részegen tényleg hát táncolod, top lesz be a medenc, és beesik a medencébe, és összeállja magát, akkor azt mondod, hogy Jézus Atya úristen. De közben mégis lehet rajta mosolyogni. Értem, amikor bekonferálják a srác, ugye a talping magabiztosság, és a sportember, és egyébként szana szél van varva a fiú, és nem mer felnézni. Végig. Látszik olyan metakommunikációval, tudod, ez a rossz fát tettem a tűzre, ezért melyik kezed volt típus, tudod, csak így nem mer felnézni konkrétan. Én kicsit irigylem őket. Kicsit irigylem azt a fajta, nem is tudom, azt a fajta egyszerű vidámságot, ami bennük van. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, igen, hogy ők bipolárisak lennének, hogy ők szomorúak lennének, hogy ők sokat gondolkoznának az élet értelmén, vagy a miért élünk, vagy mi lesz velünk 10 év múlva. Nyilván 23 évesen én sem gondolkoztam. De valahogy jó nézni ezt a fajta céltalan tengődést. Megy amerre, megy, hadd guruljon majd. Majd valami lesz belőle. Jöttünk bulizni, itt vagyunk Kosztarikán, gyerekek, jó a parti. Tehát ez valahol ők a legboldogabbak, igazából egy hallgatónak. Várjál, te szemüveges vagy, akkor rakjuk bele a kisfilmbe azt, hogy olvas egy könyvet, a szemüvegesek azok mind okosak. És akkor nálad legyen egy könyv, jó. Okay. Nagyon jó. Te fel tudsz mászni arra a fára? Le tudsz hozni egy kókuszt? Azt láttad, hogy be volt vágva a fa? És utána csinálj pár fekvőtámaszt. Be volt vágva a fa? Hogy nem látta, senki nem vett észre. Az összes haveromnak írtam, nem láttátok, be volt vágva a fa? A csávó lejött. Ja, hogy fel tudjon mászni. De ékek voltak bevágva a fába, csak oldalról mutatták. Mindegyik csávó nagyon feszít. Na, teljesen feszít, mindegy, dekáznak a tengerparton, fekvőket nyomnak. Rohadt jó. Mondjuk tök jó, hogy ezt kiszúrtak, mert teljesen egyértelmű volt a szituáció. Hát oda ment, és nézem, hogy ez a csávó, ez nem tudom, ez hol született, tudom, ez a Karibi szigetvilágú, vagy hol a jó Isten, mondom, ez nem először mászott fára, persze. Iszonyat nagy. Gyakorlatilag egy lépcsőn, mintha egy lépcső lett. Még az is fölbírtam volna menni. Tudod. Akár. Úgyhogy természetkárosításért rögtön elő is lehet őket venni. Igen, nagy katyfasz. Mennyi lesz az első szex, mennyi idő szerintetek? Wow. Ezen a héten meg lesz? Szerintem hát én ezt elég korán az első van. Nap. Egyébként. De az a legjobb, meg volt. Az a legjobb egyébként, amikor szembesíteni tudod őket a korábbi mondataikkal. Tehát amikor az egyik lány azt mondta, az ön tetszett, hogy természetesen nem fogok kibújni a bőrömből, és nem azért jöttem ide, hogy mindenkivel lefeküdjek, én játszani szeretném. Na, valószínűleg őt levarják már az első. Persze, mindenki tolta ezt a nagyon-nagyon intellektualizált ismerkedési dumát, persze, nyilván nem azért jött, hogy megnyerd a játékot. Nem tudom, nagyon korán megy. Hát nem tudom, hogy akkor még 10, nem is adhatnak olyan durva dolgokat. Tehát még csak nem is az esti műsorsában, egy 10 után, ez 8-kor vagy 9-kor. Van belőle ilyen 18 pluszos változat. Igen, az van a kísérő csatornán, de este ott főműsoridőben nagyon sok minden nem tud lenni szerintem. Vagy hát nagyon kiblőrözve azért. Sok-sok minden nem lesz. De ez egy-két nap. De egy-két nap, és ott valaki
valaki bejut a sussásba, úgyhogy... Bizony. Lehet, hogy azért volt 18 pluszos, mert ahogy berkék beszélgetnek egymás, az halálos csapás, a szürke állomány. Hát az pusztítás, tehát amikor ott a Pamela konferál, minden az pusztító. Tehát az... Hát én vissza akarom adni a diplomámat, hogy engem ne hívjatok műsorvezető, nem. Tehát nem, ez nem ugyanaz, vagy nem tudom. Szóval, hogy... Ugyanaz, csak más az olvasat, tudod? Tehát, hogy ahogy ő áll neki, meg ahogy te, ez a különbség. De ugyanúgy műsorvezető lett ő is. Uh-huh. Nem? Hát, csak nem olyan. Igen. Azért a műsorvezető az jelent egy kategóriát. Vagy tehát, akkor, hogy nem ő mondanám azért, tessék? Akkor ő micsoda? Konferencié, vagy mit tudom. A kísérő műsor egyik eleme. A műsor arca. A műsor arca egyébként. Na mindegy, szóval viszont gyönyörű a hely, ahol van. Hát az. Fú, nagyon szép. Én nem voltam még Kosztarikában. Nagyon szép hely. Szép. Zseniális. Ez egy jó kis hely. Ezt tudtam nektek szerezni, lányok. Így kezdtem, mondjuk az jó duma. Tök jó duma. Ezt tudtam nektek szerezni, lányok. Há? Jó? Na, elégedettek vagy? Jókat nyom egyébként. Na jó, a más valami? Semmi? A kirándulás volt tegnap, férfi napot tartottunk Somával, nyugati pályaudvar, tudom ajánlani. Az nagyon szép. Hát gyerekek, de tényleg. Az ilyennyi, de az aluljáró, vagy kijöttek van? Fölmentünk, mert vonatot kellett nézni, mentünk a fodrászhoz, vittem el a gyereket, és mondtam, hogy akkor előtte még ráérünk, nem érünk oda, mit akar, vonatot nézzünk, apa, vonatot. Hát gyerekek, hát de tényleg. Szociodráma, szóval azt, amit írtok itt reggelente a MÁV-ról, a késéseket, az egy dolog. Én az épület maga csodatos, bemész, és állsz abba a nagy csarnokba, ahol a pusztulat maga. Tehát, hogy olyan szépen meg lehetne azt csinálni szegényt, állsz a vonatoknál, ilyen reményvesztett vasutasok, kóborok. Nyugati? A nyugati, igen. Kóborok. És az még egyébként egy vidámabb dolog. Hát nyilván a gyerek nagyon élvezi, tehát fiú-gyerek el kell menni vasutat, vagy vonatot nézni, mert szereti ezeket a dolgokat. De hát ott próbáltunk ilyen üres, sörös dobozokat fúj a szél, tudod? Ez miért atlan? Hát ugye, ugye azt a csarnokot a Gusztáv Eiffel-fejére tervező iroda tervezte. Igen. És hát gyönyörű. Csak de hogy pont megint az mondja, se az utas nem vigyáz rá, valószínűleg se a vasutas nem vigyáz rá, ott ha leesik valami, ha összefirkálták, úgy van, úgy maradt, hogy olyan jó le... Hát Magyarországon a pályaudvarok azért általában ilyenek, igen, szóval nagyon sokat ne várjon. Talán a keleti kicsit jobban egybe van, de minden viszonyítás kérdése szállja egyszer Kőbányak alsón. Ja, hogy az meg még inkább keményen. Az Alka környékén valóban pattany le, igen, vagy Kelenföld környékén. Szóval olyan szomorú dolog volt, de a gyerek viszont élvezte. Mentetek is vonattal? De hát hova menjünk el, Kőbánya, Kispest meg vissza. Hát megállott valahova. De nem, annyi időnk nem volt, mert aztán mentünk tovább a fodrászhoz, csak mondom, arra van, akkor beugrunk, megnézzük, hogy mi a helyzet, és mondom, magát a vonatozást, meg a vonatokat nagyon élvezte, ott egész közel el lehet menni ott a sínek mellett hozzá, de hát azt a pusztulatot. Hát nem tudom, mondjuk én nem tudom, hogy örüljök, vagy szomorú legyek akkor, ha mondjuk majd azt látom egy ilyen 6-8 év múlva, vagy a lányom, mondjuk lányoknál viszonylag kevésbé jut be ez a dolog, mert mondjuk nálad és Sománál akár össze is jöhet, hogy ilyen katalógusba gyűjti majd össze azokat a fotókat, amiket kint készített a pályaudvaron, és hú, dízelből az 5426-osról még nincsen hátulról fotóm, valamikor ki kellene menni, és tényleg, én is ismerek ilyet. Kijárogatnak és fotózgatják ugye a mozdonyokat. És így tudod, így ránézni, és akkor, de mi a különbség? 5428, ez meg a 27-et. Ja. Ez más a száma. Sose értettem én se, hogy az, hogy igen. De biztos, hogy van benne jó dolog. Biztos. A Balatonon szokott lenni egy ilyen nosztalgia járat, és emlékszem, egyszer még a régi cégnél voltunk egy ilyen közös kiránduláson, ahol kibéreltük az egész nosztalgia járatot, és azzal mentünk el a Balatoni, és a Balaton, ahogy itt a Veszprém felé elmész azon a szakaszon, ott szoktak kint állni ezek a fotósok, akik már várják a vonatot, és itt mindenki kínált óriási felszerelése. Egyetlen egy apró momentum zavart meg a fotózás, hogy Slash kolléga deréki kihajolva nagyon csúnyán ittasan, hát aminek ki kell jönni alapon, gyakorlatilag végighányta az egész sort, akik ott álltak fotózásra. Úgyhogy az nem sikerült nekik. Valami kis unikum, igen, mondjuk ilyen fotójuk még nincsen. Hányos dízelet van már? Nem, nincs, ugye? Na és csak ilyen, akkor ez a fiú ott rókázik. Az menő egyébként, lehány a fotósokat, örültek. Azt, hogy a keletiben menjetek el, a vonat megérkezés előtt egy perccel írják ki, melyik vágányra jön, dühös hordák rohangálnak keresztbe, Kassul lesz, Richelieu küldte nekünk, az összes pályadvarunk maga Bronx, ez Szalak küldte. Egyébként tényleg durva állapotok vannak, igen. Igen.
Hát a Bronx az jó hasonló. Az jó hasonló, csak nem tudod, hogy mitől, tőlük, vagy utasoktól, vagy tőlünk, akik nem járunk oda olyan sűrűn. De legalább, ha akar valaki 70-es évekről filmet forgatni, akkor gyakorlatilag van háttér. Bizony. Bármikor. Van háttér. Szeretettel várjuk őket. Jól van, na játékkal 1-0-ra vezetnek a hallgatók, ugye? Úgy állunk most jelen pillanatban. Ugye tegnap a Janinak volt egy véleményes nemje, aztán mégis megadtuk. Így van, hét eleje volt, jó szívek vagyunk, stb. Hello Ákos, jó reggel. Jó reggel. Na mi újság? Apuka! Na, adjatok kávét most. Apuka. Még az elején alszik. 2-3 hét, amíg megmutatja a foga fehérjét. Az elején még békesség van. Nagyon aranyos. Egyébként 3-4 órákat alszik, tehát azt kihúzza. Mi már kevésbé. Az kezdi. Így kezdi. Nagyon aranyos, sokáig marad. Igen, hogy most már akkor visszavinnénk. Igen, de nagyon-nagyon-nagyon kis helyes, nagyon aranyos, mindenki rendben. Anya, mennem kell dolgozni, de nem azt mondta, hogy akár két hétig is jut. Nem, meg kell mennem, hát hallott, hogy mi van be, tehát nélkülem, igen. Mennyivel született? 3250. Na, csinos. Csinoska. Igen. Császár volt, hogy simán? Császár volt. Császár? Végül, igen. Igen. Császár, én bent voltam, úgyhogy érdekes volt, mert én a saját vérvételemtől padlót fogok, és végig tudtam nézni. Hát itt más erős férfinak kellett mutatkozni. Igen, én napokon az ember. Igen. Úgyhogy egy rögzítettem is egy 8 kamera állásból, csak hogy tarvírálás miatt. A vágás közeli. De jó a hely, nem? Ugye? Kultúrát. Jó volt, igen, jó volt, nagyon jó volt. De mondták, hogy jaj, jön az, aki... Volt egy nővér egyébként, aki mondta, hogy hallottam, a Balázsék beszéltek már róla, hogy akkor már előszültek, és akkor... Na, akkor na, hát felszültük, akkor felszültük a helyet neked, felszültük. Igen, és mondtam, hogy semmi gondolj volt az éjszakás nővér, akkor ráfeküdtem a nővér hívóra aznap éjszaka, hogy és akkor ezt még hogy kell csinálni, mutassa meg, legyen szíves. Úgyhogy nagyon készséges volt. De jönnek, mutatnak, de nagyon persze, tényleg, nem, kultúrát. Ebben a szobában kisem. Voltak Balázsik, maguk ebben leszek itt a folyosók, igen, már a redőny, a rohadt. És itt még alszanak nyolcan, de ne zavarja magunkat. Be vagyunk ázva, de hát ez a szoba jutott, igen. De jó boldogság, nagyon jó, nem? Hát amikor meg ránézel a kis karodon, és akkor ő is rád néz. Szóval, hogy ez nem a tiéd. Igen, bocsánat, nem. Ne vedd fel a másikat, mert az a tiéd. Rendben van, csak miért kínai, ugye? Igen. Majd később kérdezed meg az asszony, hogy miért fekete a gyerek. Igen, ezek érdekes. Nagy felismerések ezek. Tiszta anyád, nem, elcseréltük, bocsánat. Már haza mentek, vagy még benn vannak? Nem, otthon van már mindenki. Basszus, mi? Kellett a szóba. Most az az orvosi gyakorlat, hogy császármetszés, és után 2 nappal bejön a nővér. Na, ágyból ki, pakoljunk. Kis tornáztatás, nincs szórakozás. Persze. Ha nem sárul a gyerek, ez régen ez a 4 napi a fenének tartották benne az embereket, teljesen fölösleges volt egyébként. Tehát, föl tudsz kelni, a 2 nap után tökő, hogy hazaengednek. Ez a régen, ez a 4-5 napokig ott nem mehet sehova, tehát ez akkor a baromság. Nyilván sárul a gyerek, akkor igen, de tök egészséges, akkor mi a fenének, nem? Igen, rendben volt egyébként, nem volt ilyen sárgulásunk sem. Az egész rokonság bejött az első napon, úgyhogy... Azt, hogy utálom. Ez a kiméljük az egynapos gyereket, megbeszéltük a feleségemmel. Miről maradnak senki nem nyúlhat hozzá, nem nézhet rá, csak egyszer, itt a gyerek, itt az unoka lehet menni. Na mindenki bejött, és akkor rárepült, mert hát mégis első unoka, első dédunoka, úgyhogy, de egyébként nagyon... De most finom ájretette. Nagyon. Unoka, egy szép unoka, úristen, kik jöttek? Dédunoka. Mi? Bizony. Hát én még nagyon fiatal vagyok. Nekem is dédunoka volt. Mi? A Benny még ugye, nagyon fiatal. Már a nagymama intézménye is ugye, hát kimulóban van, nem olyan dédunokat, ez nagyon de jó volt látni, hát mikor az ember 2-3 generációt lát egymás mellett, az azért igen, szép dolog. Jó volt látni a borítékokat, mi? Besegítés. Szopik? Szoplik rendesen rá. Jó, jó van. Gyerek, pedig azt mondják, hogy utána még hónapokig nem kívánja. Mi a helyzet a gyerekkel? Na jó van, akkor ezt szoklik rendesen, jó van. Az a lényeg, de látod. Az csak visszakapsz mindent előbb-utóbb. Fél hétkor, gyerek. Igen. Szopik, csak addig a gyereket nem tudjuk hova tenni. Na jó van. Oké, tessék jelentkezni akkor játékra, jó? Ha valaki szeretne játszani, egészen nyugodtan. Fél hét múlt pontosan 3 perccel, írjatok SMS-t, ha játszanátok, mi pedig jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Igen, elég érdekesen lett nekik. Halló, jó reggelt, itt vagyunk. És van egy-két közlekedési hírünk. Az M2-esen a 36-os kőnél elég nagy baleset van. Vác felé, óvatosan menjen mindenki. Köszönjük szépen. M5-ös 155-ös kilométer Szeged felé baleset történt. Kamion és mikrobusz, valamint egy személyautó ütközött. Haladni csak a
belső sávban lehet, a szervek még sehol, Norm küldte nekünk, köszönjük szépen. Röszke felé szegedi lehajtó előtt baleset, ez ugyanaz. Igen, Tüskeváron egy pulyka ül a 8-as út közepén a 102-es kilométernél. Fecó küldte nekünk, köszönjük szépen. Mit csinál egy pulyka az út közepén, gyerek? Stoppol. Stoppol? Menni akar valahova csak. Ja, elindult. Igen. Lehet, hogy az merre? Hol van az? Tüskevár 8-as. 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 Melyik irány? Mert akkor tudjuk, hogy Debrecenbe akar menni, vagy... Valaki vegye föl, gyerekek. Valaki vegye föl. Na, megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok, Balitari Jani. Hello, ciao. Hello. Hány ilyen visszanevetést hallottunk már. Na, de majd ez lesz a legjobb az összes között. Azt mi szeretjük. Gergő, hello, jó reggelt, ciao. Jó reggelt, sziasztok. Gergő, honnan hívtál minket? Bármintereményén dolgozik, a dohányboltban. Dohányboltban? Ó, tulajdonosként, vagy te csak eladó vagy? Nem, eladóként. Ismerősöm, jó barátom a tulajdonosztán. Ismerős. Még nem raboltak ki? Nem, hál' Istennek, hál' Istennek nem. Van védőfelszerelés? Hát kamera van, meg riasztórendszer, ilyenek. Aha. Mostanában, mint a kevesebb trafikot rabolnának, hogy lecsengett ez valahogy. Nem, nem tettük az ördögöt a falra, úgyhogy... Amikor megnyitottak egy pár éve, akkor nagy hullám volt, és aztán igen, úgy... Igen, mert hogy le van se fóliázva, az nem látni be, aztán... Aztán így. De most úgy valahogy ezek elültek, hál' Isten, igen. Hál' Istennek, ilyen. Gergőként kivel szeretné játszani? Veled, Bali, arra gondoltam, hogy... Vagy visszaülsz a lóra is, lovagolsz a pompákon, vagy vissza a tyúkol mellé. Pompákon. Vagy hogy egyből visszaugrom. Igen, jó? Igen, igen. Oké, okay. Na menjünk akkor, jó? Felkészültem, Jani. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Bali, hogy indult a reggeled? Jól, köszönöm neked. Ennyi, eléggé katasztrofálisan. Na, mi történt? Mert, baj van? Hát sikerült elaludnom. Elaludtál? Késtem a munkából, uh-huh. Nem indult az autóm. Ott hát a vége. Nem indult az autóm. Igen, semmi van, menjünk tovább. Pici túl nagy volt a lendület, de jól nyomtad pedig. Jól. Nagyon elhamarkodtad ezt, igen. Pedig jól indult, nem is kellett semmit mondanom. Igen, kettőt tudtam csak visszakérdezni, és utána... Te feldobtátok a reggelemet, úgyhogy örülök, hogy megerültem a játékba. Nagyon megállítani se lehetnénk most. Nem lehet. Mondja. Mellékes szempontnak éreztük Balázs kérdéseit a beszélgetésben, nem válaszoltál rájuk. Igen, próbáltam kettőt feltenni, de úgy éreztem, elég határozott csapás irányú mész, úgyhogy nem zavartalak a kérdéseimben. Megérdemel ez a lovat, felülhet rá. Kösz, Gergő. Már kinyitottál bent, vagy már? Igen, sikerült. Hát kicsit későn nyitottunk, de megoldott. Ilyenkor már áll a sor az ajtó előtt? Várnak rád emberek? Nem, hál' Istennek még nem, mert a Lidl, ahogy nyit, aztán úgy jönnek. Aha, az emberek. A másik bolt. Ja, egy ilyen kis multi mellett vagytok. Igen. Aha, de onnan nem kellett eljönni, vagy onnan nem zavartak el benneteket? Nem, mert ez még nem akkora. Nem akkora, nagyon nagy multi mellett. Egy bizonyos négyzetméter igen. Fölött kellett költözni. Igen. Ugye, meg benzinkutakról, meg egy csomó helyről. Igen. Na jó van, Gergőkém, hát ajándékcsomag nincs. Nem baj, de nekem ez is nagy élmény, hogy bekerülhettem a játékba. Na, hát ha téged ez vigasztal, vagy neked ez jó, akkor nekünk is. Mi is nekünk örülünk is minden jön. Ponton. Jó. Igen, köszi a játékot, ciao. Nincs, hello, sziasztok. Hello. Egy-egyre szépítettél. Gyerekek, idén nem nagyon tudok kikapni az a helyzet. Nagyon ritkán. Ez a nagy büdös helyzet. Statisztikai adat, ezek tények. Ez igaz. Hát, ezek tények. Ezekkel nehéz vitatkozni. Nehéz bármit mondani, igen. Tegnap délkörül láttam Svarcit az Andrássy úton vásárolni, 3 testőr védte. Írja Éva. Mit vett Svarci az Andrássy úton? Beugrott? Egy giroszért? Aha. Hát ott van. Evet egy jó gogó hamit? Mi tehetett? Gondolkodom rajta, hogy... Hát ott van sok áruház egyébként valószínűleg. Órások vannak. Divatboltok, öltönyösök, igen. A nagybolt az most azt hiszem nincs. A nagybolt az nem tudom, hogy most van-e. Nem tudjuk, hogy mi van. Baj van, a nagybolt most van egy kis baj, aztán nem tudom, hogy mit vetett. De hát ott sok minden van, úgyhogy... Meg világörökségi része, hadd sétáljon, biztos nézelődött. Lesétálta a vacsoráját. Ez a három operához megnézte kívülről. De belül, yes. Továbbra se akarta. Tett rá egy vételi ajánlatot, de mondták, hogy nem eladó. És akkor tett egy nagyobbat hátra mégis. Igen, akkor mondták, hogy emiatt már telefonálnak vissza. Igen, ez már nagyon szép ajánlat, ez már meggondolom. Ez már jól hangzik, de ugye nem viccel. Igen.
Jó van. Na, Svarci szimpatikus. Szeretjük. Szeretjük, szeretjük őt. Na, 2 perc van pontosan 7 óra, Ákos jön újra a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk, valaki azt írja, Herendi porcelánt vett. Lehet. Na, igen. Lehet egyébként. A 3 test, ez tényleg olyan kiábrándító, mitől védte? Ugye, hogy a Svarcit nem akarom testőrökkel látni, én azt akarom, hogy ő saját magát védje meg. Tehát igen. Ne, Svarci mellett ne legyenek testőrök, az olyan esendővé teszi, és sebezhetővé. Tehát nem elje már oda menni senki. Legyen az egyik vállán egy röngfa, a másik oldalán meg egy láncfűrész, és menjen. Nem? És nagyon-nagyon mérges, legyen nagyon mérges, ha meg tudja, hogy elrabolták a lányát, ki az arcát, tegyen kézigránatot a mellére, és induljon el. De ne sétáljon ő testőrökkel. Ugye, hogy kicsit olyan kiábrándító? Az. De legyen már, sose volt neki. Kitől védték? Kiszeltündétől? Hát mondjuk. Segítettek minden a csomagokat, amit vásárol. Itt állítólag már a nyugatinál arcon fújták egy paprika sprével, úgyhogy nem jutott oda. De nem tudták megállítani, mert a... Mert olyan vastag bőr van az arca, hogy nem érezte a csípést. A smink és a parfüm felhő megvédte a paprika sprét. A baj csinál, mert 9001-es defenollal lőtték, fújták, de az opera környékén pedig vízágyúval próbálták Svarci mellőle. Igen, a tetőrök gumilövedékes fegyverekkel próbálták megállítani, de nem sikerült. De elkapkodta egyébként szájjal, igen. Na, Mérnek Pápán a külső Veszprémi úton, ezt Heki küldte nekünk, köszönjük szépen, valaki azt írja, hogy gépsonkát vásárolt, köszönjük. Egyébként simán lehet. Megéhezett egy aranyom vagyon tízek a gépsonkát, egy fél literes kakaót, meg 2 zsemjét. És Arcikámnak nagyon megéhezett. Szeletelve vagy egész, várja, megnézem, hogy elhoztam a fogaimat. Francba, akkor szeletel. Igen, igen, és 3 dianát cukrot is vett valószínűleg. Igen. 1 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, jó reggelt. Itt vagyunk, köd van, eső van, nincs hideg, viszont annyira nem is szép az idő. Egy dolgot viszont biztosan tudunk, meggyógyult. Meg? Tudod, miből látszik? Hogy elment a megszólalás előtt fél perccel. Igen. Felpattant és elment. Ebből látjuk, hogy jól van. Tegnap Jani ugye még visszajött, egész reggel itt ült, azért éreztük, hogy ott még lehet valami gond. Most elment tegnap a kontrollra, azt mondták, hogy jól van, tehát mi történt? Jaj, tényleg. Na mi van, papírod van róla? Munkáltatomnak át kell adnom. Na, nagyon fontos, hogy visszajöhetsz. Itt van a hivatalos. Nem bolckodunk, érted? Itt minden hivatalosan, érted? Én még a szocializmusban ültem. Hogy néz ki egy ilyen? Visszajöhetsz igazolás, visszajöhetsz közösségbe, ugye ez arról szól. Igen, állományba vehetünk téged. Igen. Nagyon jó. Meg hogy nem, hogy fizesíti ki azt az 1 hetet, hát, érted? Az járt. Főnök. Hát az... Hallod, ott van. És nincs beírva a legközelebbi vizsgálati időpontja. Hát ezt így nem tudom elfogadni. Hát már most minek? Nem írják belőle, hogy mikor leszek a közelebb betegbe. De beírhatottad volna, lehet rá készülni. Tudjunk kalkulálni. Megnéztük egyébként a rendszerbe, 2011-ben voltam legutóbb. De akkor nem hiányoztál szerintem adásból, vagy max. 1 napot. Valami ilyesmi volt, mert ne voltam a rendszerbe. Igen? Aha, ez a tied. Mit csinálják vele? Fél, neked adok le a számlát, ez is neked jár. Csámja, vondd le azt az 1 hetet, és add le a számlát. Ne törődj el. Hallod, amit nem semmi baj nincs. Hát most ide, nem levetgélünk, bockodunk, hát tessék ott kiszámolni. Ott a hivatalos papírjára táppénzelő munkaügyi per lesz. Tessék kiszámolni, levonni a megfelelő következtetés, és a megfelelő összeget, ezt nem tesszük. Ami jár, az jár. A régi számládat lesztornóztuk, tessék leadni az újat. Hát most... Ez egy könyörtelen világ ez, igen. Na, itt vagyunk, drága hallgatók, elkezdjük a kedd reggelt, vannak friss, meleg, most érkezett közlekedési híreink. M3-as 58-as kilométernél a leállósában sajnos alszik egy kutyus. Ezt kaptuk, átlagosan 752 méter az M6-oson a látott távolság, de sok ködlámpa még mindig tart, büntetést a jogtalan lámpáért. Kaptuk ezt is SMS-ben. M6-os full köd, igaz, forgalom nincs rajta, de óvatosan. Hát az a szellem autópálya továbbra is. Az M6-os gyerekek, az ott csodálatosan lehet haladni. Ezt nekünk építették, hogy tudjunk menni Siklósra. Most komolyan mondom, egy picit mindig ezt érzem. De tényleg, tehát hogy így, ott senki nincs hol. Nem is értem. Egyedül mehet, száguldozhat. Nem is értem, hogy miért. Mérnek Pápán a külső Veszprémi úton, ezt Heki küldte nekünk, valami Miskolcon köd van és esik az eső. Hát nagyjából ez a... Ez a jellemző mindenhol, gyerekek, ez az időjárás, és ez is lesz. Azt mondja, hogy szeretlek benneteket, de nagyon mérges vagyok a tegnapi játék miatt, szerintem nem érdemelte meg. Szép napot. Ki? A játékos nem érdemelte meg szerinted, de szerintünk meg igen, mert visszahallgattuk, ugye János elindult a nem felé vezető úton, és akkor... Ja. Azt a döntést hoztuk, hogy a hallgatót is rottunk már meg ilyenért, akkor bennünket is meg kell. Ennyi.
Aha! Ja, értem. Értem, hármas ugrásra gondoltam, de ott meg elvérzett a, elvérzett a hallgató. Nem akarom sokkolni itt a hallgatóinkat, de olvastátok ezt a céklás történetet? Nem. Nem olvastátok? Nem. Hát ez megdöbbentő. Egy anyuka céklát vett a gyereknek egy piacon. Gondolt, hogy egészségesen akar vele akarja, hogy táplálkozzon a gyerek. És egy őstermelőtől, állítólagosan őstermelőtől vettő céklát, amit este megcsinált a gyereknek. Megcsinálta a céklát, megetette, és kiderült, hogy valamilyen nitrit vagy nitrát szennyezés van a céklában, de ráadásul nem is kevés egyébként. És rosszul lett a gyerek? Hát olyan szinte rosszul lett, hogy mit tudom, este 7 órakor megette a céklát, és este 8:30-kor egyszer csak azt látták, hogy a gyerek már nem kommunikál, belilul a szája, és... Akkor ahhoz azért nem kevésnek kellett benne lenni. Hát. Az olyan dózis volt. Mit csináltak azon a céklával? Belilult a szája, majd az egész teste, közben erőtlen bágyat volt, és nagyon már nem fogta fel, hogy mi történik körülötte. Kívták a körzetit, vagy az ügyeletet, mondták, hogy ne, azonnal a kórház, berohantak vele a kórházba, és aztán próbálták stabilizálni a gyerek állapotát. Végül is sikerült, és kiderült, hogy a nitrát szintje az 55,5%-os volt, és 70%-tól halálos a mérgezés. Tehát sima, egyszerű céklától, gyerekek, ez megdöbbentő. Az. Nitrátmérgezést kapott a kisfiú, akinek egyébként ellenszérumot kellett adni, és utána jobban lett, aztán másnap már el is hagyhatta a kórházat. Az nitrátjának minősül? Abban van nitrát, igen. Szerintem igen. Igen. Annyit teszel a cégla alá, vagy a széklára? Ugye ebből most kis derült egyébként a cikkből, hogy itt nem arról volt szó, hogy a héjára került rá esetleg, mit tudom én, szállítás közben, vagy hasonlók, hanem ez magában a növényben volt benne. Tehát, hogy azért ez elég kemény. Kemény. Tőle. Igen, igen. És álltok pár percen múlt. Tehát, hogy... Tehát ott is maradhatott volna szegény gyerek. Még ilyen bátor egyébként egy ilyen picinek így céklát adni, de hát nyilván az anyuka nem gondolt erre, én nem mernék. Nem így írja pontosan, azt nem láttam a cikkből, csak elolvastam, és tudod, a hidegrázott, hogy úristen, tehát jót akarsz adni a gyereknek, meg egészségesen táplálkozzon, cékla. Pici, szerintem ilyen 8 hónapos, 1 éves forma lehet. Lehet, hogy kicsit nagyobb, nem tudom. Meg nem tudjuk, hogy készítette el. Céklatűré, hát simán megfőzte, lereszelte, simán. Nem arra gondolok, hanem például arra, hogy sárgarépát is azt mondják, hogy nem nagyon célszerű gyereknek adni. Tehát úgy, hogy piacon megveszed, lereszel. Tehát vagy biót, vagy sárgarépa levet, vagy ezeket ugye ezeket az előre összerakott püréket, de hogy a sárgarépa mérgezésnél ugyanez a veszély áll fönn. Tehát, hogy ugyanúgy nitrát lehet benne. Amire azt gondolod, hogy nem, és ezt a gyerek egyszer csak ugye hát már nem reagál. Nagyon kemény. De hál' Isten nem történt semmi baj, csak így elolvastam, mondom, Jézus Isten, hát az ember jót akar tenni. Azért veszed a piacon, hogy persze, hogy friss, hogy jó legyen. Hogy ötjek, nincsen benne tartósítószer, hogy nem konzerv. És tessék, ez a vége. Igen. Hát pedig a mi időnkben annyira alap volt. Tehát még, hát a te idődben, aki ment apád a kertbe, az kiásta szerintem. Nálunk is ez volt, nem? És akkor legalább tudtad, hogy mi volt. Akkor biztosan tudtad, hogy mi volt alatta. De itt ez érdekes. És a többieknek nem lett baj? A felnőtteknek, vagy azoknak meg az azt adag lehet, nyilván. Nem ettek belőle, vagy nem tudom, arról nem írtak semmit. Meg mondjuk a nagyobb testnek már lehet, hogy nem olyan veszélyes. De azért 8 hónapos gyereknél céklamérgezése eszembe nem jutna. Nagyon súlyos. Nagyon súlyos. Igen, ugye műt eszedbe, ugye? Nem? Azt mondod, hogy jó, biztos, finom lesz, hadd egye a gyerek, hadd legyen egészséges. A termelőnek kell ilyen valamilyen bizonyítványt hozni arról a termékről, amit ő bevisz a csarnokba? Hát azt se tudjuk, hogy az volt-e, tudod azért? Ez jó kérdés, hogy ez csak úgy odamész a piacon, megveszed, és azt sem, nyilván nem tudnak minden darab céklát mindenhol ellenőrizni, tehát nyilván lehetetlen. De hát azért ez hogy a fenében van ez, hogy a cikk szerint az ANTS munkatársai elmentek arra a piacra, és kiderült, hogy egy őstermelőtől vásárolták, ezen a piacon már nem lehet kapni ebből a céklából, de bárhol máshol még a polcokon lehet. Tehát, hogy ebből állítólag több van. Hát várjál, ha ez egy őstermelő, az azt jelenti, hogy ezt a céklát ő termelte, tehát nem vette, mert ugye ez az őstermelő kérdés, ez mindig érdekes, hogy a nagymamát odaülteted, de a nagybanin vásárolt cékla mellé, hogy árulja úgy, mintha ő adta volna. Az őstermelő az csak egy titulus, vagy pedig ez egy kategória, ez egy bizonyítvány után adják oda az embereket. Az őstermelő használhat bármilyen szert, tehát hogy az még attól nem bio, ő maga termeli, és ő maga adja el a piacon. Az ennyit jelent, de hogy te termeled, azt mit csinálsz vele, az már a te saját dolgod. Na most, ha ő egyedül termelte ezt és árulta, akkor neki át kell menni másik piacra. Tehát az ő céklája, vagy eladta másoknak? Nem tudom, hát ezt azért így nem göngyölték fel, vagy göngyölítették fel, hát csak azért vagy göngyölek, vagy bármilyen szó, vagy nem, vagy... Ami történik. Bármilyen jó. Tehát nem
csináltak ebből úgy ügyet, csak kimentek a piacra, hogy megnézzék, hogy van-e még ilyen, ilyen cékle. Igen. Ugye, hogy az egészséges életmód azért, hogy az ember azt gondolja, hogy na, hát akkor egyen a gyerek egy kis céklát. Aztán néha bébi ételben mutatják ki, néha pedig te megveszed a piacon, aztán a gyereknek többet ártasz vele, mint ha a kezébe nyomná egy fél tábla csokoládét. Most nyilván idézőjelesen mondom, de hogy Hát itt azért többet ártott. Itt most azért majdnem többet ártott. Csak mérgezésbe kialt bele eddig. Ritkán egyébként, igen. Na, egy érdekes jelenség járta be az internetet, ezt valaki feltette az internetre, és mi is megnéztük, Lábotnál történt az eset, és több apropója is van, az egyik az ránk vonatkozik egyébként, hogy mi is belekerültünk kicsit a hírben. Több száz szarvas robogott át az úton, ezt láttátok? Egészen elképesztő ez a feladat. Ez egyik kollégán küldte át ugye tegnap a videót. Igen. Egy ilyen kör e-mail formájában mindenkinek. Én nem hittem a szememnek. Nagyon komoly. Egyfelől csodálatos, másfelől meg ijesztő is volt a történet. Igen, azt látod, mintha valami nemzeti parkban lennél, egyszer csak egy autó megáll, ketten beszélgetnek, és megindulnak a szarvasok, de nem 5 szarvas, mert nem 10 darab szarvas, hanem több száz szarvas elindul és átvág a betonúton. És már felétől unod. Igen, egy idő után már veletek számolni, nem tudod, ahhoz sokan vannak. Jönnek és nézd anya is, nézd mi, hú, de csodálatos, azt de fantasztikus, van még belőle. Még vázli, hogy egyébként nem ütötték el, vagy nem kerültek bele ebbe a bolyba, nem tudom, az már nem látszik a videón, hogy ők lelassítanak, csak az indul, hogy ők már állnak, hogy onnan indul, hogy állnak, és aztán jönnek a szarvasok. Nem, mert talán az elején még megy a kocsi, igen? De már akkor lassan, és akkor megállnak, és megvárják a vonulást, meg az utolsó pár állatot is, de embertelen mennyiségű szarvas. Hihetetlen. Tényleg, nem tudom, hány. Igen, na most sok. A videóban több érdekesség is van, az egyik, hogy mi szólunk alatta. Köszönjük, mert ugye nem azt akarod mondani, hogy ettől riadtak meg a szarvasok. Igen, az a szarvasok lehet, hogy ettől riadtak meg, de nagyon vicces, mert a kollégánk ugye úgy küldte át, hogy nagyon szépek, hogy vonulnak a szarvasok. Egyébként a fiúk, akik ezt rögzítették, Morning Show-t hallgatnak. Ennyi. Méghozzá a pénteki adásunkat hallgatták egyébként. Ezt szerintem ez egy tök jó dolog, és hogy Peti nagyon ügyes a gerilla marketinget. Hogy így reklámozna a csatornát. Igen. De hogy hova vonulnak ők? Mindenféle fejtegetést olvastam, hogy itt mi történhetett, de hát azért ez elég ritka, amikor így több száz szaros egyszer csak így megindul. Én azt hittem, hogy ők ilyen magányosan éldegélnek, egyen, ketten esetleg párt választanak, de hogy ők így összeverődjenek, és több százan elinduljanak, nekiinduljanak, és valamilyen határozott célral ők rohanjanak, azt nem nagyon értettem. De hát én mondjuk városi vagyok. Új vadetető nyílt abban az irányban. Valaki egy mondta, drive, hogy arra mindenki. Igen, nyílt egy drive arra, és akkor... Na, de milyenek a magyarázat? A 6 féle dolgot olvastam az interneten, hogy itt most mi történhetett valójában. Szerintem az lehetett, hogy az erdősebb másik oldalán bement az erdőbe a stólbuci. Te kocsival, vagy fegyverrel, vagy kiszállt mindegy. Kiszállt a buci, feltett a kalapját. Nálam mindegy. Megpödörte a bajuszát. Vadászni, de most attán induljunk vadászni. És meglátták a szarvasok. Újra itthon! Fegyvert a kezembe, buci. Tudod, hogy nem, ez még nem csinál. Hagy csak a levegőbe, hagy lőjek egyet. És a szarvasok riadójelzésen leadták. Ne aggolyos, csak a sering. A szarvasok leadták egymásnak a vészjelzést, és egyszer csak megindultak. Én láttam, tényleg városi vagyok, segítsetek, láttam őzeket Szántóföldön. Ez áldogál és eszik, ugye? Áldogál, eszik, ketten, hárman ott vannak. Aranyosak, helyesek, törékenyek. De a szarvast én mindig egyedül látom. Vagy egy másik szarvassal, de akkor ők verekednek. Ezek mind egyedül voltak. Csak véletlenül. Ja, ők nem bandáztak voltak egymáshoz. Ők nem bandáztak valahol, és egyszer csak azt mondták, hogy akkor most irány, és átmentek egyik helyről a másikra. Ez sok egyedileg ácsorgó, rohanó szarvas volt. De ez nem, ők nem együtt voltak, félértetted a helyzetet. Úgy nézett ki, mintha, de nem. Azért túl sokan voltak egyedül egy helyen. És ezért tűntek csapatnak, érted? De ők nem voltak együtt, ők haragban, de látszott rajtuk, hogy vagy érted, hogy így összesimulnak, hogy... Na jó, de hát ha a szarvas több helyen van... Takarodj, már szakadj már le róla. Tehát ha a szarvas több helyen van... Igen. Az erdőben, sok-sok hektárnyi területen elszorva, akkor hirtelen egyik pillanatra a másikra nem tudnak ennyien egyszerre egy irányba futni. Hát dehogy hát nem. De láttad, hogy tudnak. Láttad, hogy tudnak. De ez tehát akkor volt. Több fajta irány van. Sok szarvas odafut, ahol a többi elfut. Tehát egy valaki elindul és fut. Bár ez kicsit olyan kérdés volt, hogy tónalugdod, átúsz, visszahúsz, meg átúsz. Túl című beszélni, mi. Ki volt elő? Miért utána a többi? Miért arra? Aha, a vezérszarvas. Ő volt elől. Most hát mi az van, első volt a legfrissebb. Érted, ha az erdő annyira sűrű, hogy egyet
lukon lehet csak kijönni. Én olvastam, hogy vadászok össze... voltak, olvastam, hogy agancsvadászok voltak, olvastam, hogy ennek van egy kifejezés. Tolvajok. Tolvajok, így van. Ennek van egy neve, amikor ennyi szarvas így egyszerre fut valahova. Sok. Na most álljunk már meg. Ez a szó, amit keresem. Az agancs tolvaj, az hogy? Oda megy és leveszi a fel. A halmába. Mert lehet szerintem agancsgyűjtögető, a már elhullott agancsokat fölveszed. De az se az övék, tehát az se lehet. Azt se lehet elvinni, tudom. Lehetsz orvadász, amikor lelövöd és levágod az izét, de olyan nincs, hogy agancstól, vagy lelopod a szarvas fejéről. Na, az agancsot. Ebbe igazad van. Szóval azt mondják, ebbe igen, ebben nincs. Ez a rudli. Hogy? Igen. Ez a rudli. Rudli. Ez a rudli. Amikor sok szarvas fut egy irányba, az a rudli. Igen, és hogy ez nem egy természetes jelenség. Hogy búzasikérből készült vegetáriánus csemege a rudli, de... Ez nem egy természetes jelenség, hanem ennek a rudli a neve. Én már mondom, többfajta teóriát olvastam. Ha mi egyszerre hárman elkezdünk, akkor rudlizunk? Ha mi hárman egyszerre egy irányba futunk és féltjük az akacsukat, az a rudli. Rudli. Ez biztos. Rudlizás. Az rudlizunk. Meg akartál nyitni egy cikket, ami erről szólt, odaszólt a Wiki, te felnézte, és utána egy rossz cikket nyitottál, meg nem lehet, hogy ez igen. Azért... Tehát csapatva, verődve menekülnek, igen. Az állítólag vadász szakzsargonban a rudli. Ők rudliztak egyet tegnap. A jelenség egyébként elképesztő. Tehát ez egy természetes jelenség lenne, hogy ők így átvágtáznak, az egyszerűen gyönyörű, de állítólag nem, mert hogy hajtották őket. De ki? Hát, figyelj, vagy pedig nem arról van szó, hogy menekültek a buci elől, hanem hogy hallották, hogy a buci megint az erdőben van, és nincsen nála fegyver. És ott mondta, gyertek, nézzétek már meg, hallod, ezt nem fogjátok elni megint. Hallod, ez semmi sem tanul. Na jó, hívjuk fel a mi szakértőnket, jó? Aki őrzi a román határt, ő talán egy kicsit jobban ért nálam ehhez. Aztán, ha nem mondja el, akkor fölhívunk egy másik vadász, mert sokan jelentkeznek, hogy ők tudják ennek az okát. Hangsúlyozom, mi tényleg, legalábbis én meglehetősen városi vagyok, de szeretném tudni, hogy ennek mi az oka, amikor egyszer csak itt több ezer vagy több száz szarvas így átfut előtted az úton. Gyönyörű a videó, tényleg, tegyük fel a Facebookra, Júli, mutassuk meg a hallgatóknak. Hát én szájtát, hogy keresztbe van az út. De akkor miért nem láttunk eddig ennyi szarvast együtt? Nem volt kamera, hát, lehet, hogy futottak. Én nem tudom, mikor voltam utána a lábodnál, de... Ott rudliznak mindig? Azt hiszem tavaly előtt a kitelepülésem, amikor mentünk Kaposvárra. De akkor nem rudlizott senki. Te ismerted ezt a vidéki vagy, rudli? Rudli, nem. Nem, mert te hallottad nem, még. Nem, mi nem mertünk kimenni az erdőbe. Igen, mert ahogy mentetek, biztos, hogy elloptatok pár köbméter fát. Ugye? Csak a baj van belőle, ha kimész. Tehát a szarvas, ez azt jelenti, hogy akkor intelligens? Tehát nyáron leválik és egyedül van, télen pedig csapatba verődnek? Mert nem fázik, ha sok szarvas van? Azért arra gondolsz, hogy mi? A középsők nem fáznak és cserélnek? Hát, hogyha többen vannak, akkor valószínűleg úgy gondolkodnak, hogy sokan vagyunk, tehát ha én nagy tömegben vagyok, kevesebb az esélye, hogy kilőjenek. Tehát én egyedül vagyok, akkor engem lelőhetnek. Ha sokan vagyunk, akkor engem megvéd a tömeg, mert nem biztos, hogy engem lőnek le. Tehát a szarvas lehet ennyire intelligens, hogy ő télen összeverődik a többi szarvas, és azt mondja, hogy te is szarvas, én is szarvas. Tartsunk össze szarvas koma. Ebben van valami. Aha. Ha sok szarvas van együtt, akkor könnyebben találsz, mert az felületre nagyobb sok szarvas. Tehát túlélés, a vadász elleni túlélés. Na de most jobb, ha egyedül na de, vagy. Ha rám vadásznak. Én rám vadásznak. Igen. Ezt embervadászhatom vagyok, és választhatok, hogy 100 emberrel futok együtt, vagy egyedül futok együtt. Én is a 100 embert választom. Hiába nagyobb az esély, tehát mégis van körülöttem 100 ember. 100 tehát ember. Kisebb az esély, mintha egyedül futnál. Tehát a szarvasok okosak. Hát igen, viszont megvan az a veszélye, hogy ilyenkor ugye nem is kell már célzott lövést leadni. Bármerre lőnek el, találnak egy szarvas. Tehát, ez a bucinak ezért... jó? Azonnal leterít egy szarvast. Na, megkérdezzük Gyuri bácsit. Itt van, hát ő tudja. Gyuri bácsi, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Gyuri bácsi, hát micsoda vitalitás így kora reggel. Te már fent esetleg vadászol? Nem. Most indulok otthonul, majd megyek vásárolni a boltba. Mit veszel? Mit kell venned? Mi van a listán? Mai minimális, már csak kenyeret kell vennem. Ó, kenyeret. Hát akkor az egy gyors vásárlás lesz. Na, Gyuri bácsi, mesélj nekünk, láttad ezt a videót, vagy hallottál erről, hogy ott... Igen, láttam az este a tévében, láttam ezeket a vitákat, hogy mentek átfel a kőúton. Nagyon szép csapat volt, de hát ez a tévi időszakra ez így működik. Összevergődnek rudliba. Na, rudli! Mondtam én ezt a rudli gyereket. Tessék. Ez a jó szó, hogy rudli, ugye? Így bizony. Bármit is jelentsen, ez a jó szó. Tehát amikor a szarvasok csapatba verődnek, az a rudli. Hány szarvastól rudli? Tehát öt szarvas már rudli? Azt nem tudom pontosan. Tényleg?
Ugye? Hát az ez nem mindegy. Ez kemény kérdés. Milyen szarvasok, azt tudjuk, vagy az fontos ilyenkor, hogy ezek milyen szarvasok? Hát nem, mert mindegy, az is a rugiba megy, a dánok is. Aha. A dánok is rudlizik. Hát ráadásul nézők. És a dánok, hát ott mindenki rudlizik. És hova szaladnak? Vagy hajtották őket? Vagy kergették őket? Vagy hova szaladtak ezek az állatok ilyen sokan? Hát ezek mennek, tudod, beindulnak, valamit ül, megijednek. Ha már lehet, selejtezés lehetett, vagy valaki meg közéjük lőtt, vagy... Tehát ilyenkor fennáll nekik a veszély, mindenféle veszély fennáll. Ez ilyen tömeghisztéria, tehát hogy az egyik megijed, a második már nem is tudja, hogy mitől ijed meg az első, csak megijed, mert az első megijed. Megindul, itt nincs neki stop tábla, ha kőútunk mennekre, hanem stop tábla nekik nincs mennek. Azt láttuk, hogy nem lassított az úton való átkerésnél. Veszélyes is az ilyesmi, ezért mondom mindig Balázsnak is, hogy nézz a lábod elé. Tehát vigyázni kell nagyon rájuk. Hát nem tudom, hogy miért verődnek egy csapatba. Szerintem a múlt évi eseményeket megbeszélik a hideg téli estékben, nem? Hogy mit mondasz? Már mire gondolsz az önkormányzati választás? Hát, hogy ilyen rugliba vannak, tudod, sokan összeverődnek. Aha. Az év elején, vagy év elmúlt eseményeket megbeszélik az előtte lévőt, ők is ilyen szarvasbika módjára. Hát. Ez még nekik nem párzási időszak, ugye? Tehát nem lehet, hogy az első volt a legjobb, és mindenki őt akarta elkapni. Hát igen, megbeszélnek minden. Én olyan elméletet... Soha nem mond, nemet kapjuk. Én egy olyan elméletet olvastam, hogy ilyenkor az agancsvadászok hajtják őket, mert hogy oda verik az agancsukat, és ez ilyenkor leesik az ő fejükről. Oh. És akkor az baromi drága, ez igaz? Lehet? Hát igen, most a rádióban is hallottuk ez valamelyik nap, hogy nagyon odafigyelnek most az agancshúláskor. Na most az agancsvadászok feszítenek ki drótot, tudod? A fej magasságba, aggancs magasságba, az erdőságokba. Terafinált. Atyaisten, tehát kifeszítenek drótot, és ahogy fut a... Akkor neki hajtsák. És letörik az aggancs. És leszakad nekik az aggancs. Hát olyan szakad, ami már nem sok a elhullásos, tudod? De ennyi fogasra van szükség, vagy mire használják ezeket? Ezek a baromi drágák. Aggancsokat. Nem tudom, hogy van ennek valami nagy értékűek ezek, vagy tehát tudják értékesíteni. Aha. Ja, és akkor kifeszítik ezt a drótot, és ezek a szerencsétlen állatok ezeknek neki futnak? Így van. És azt akkor vagy az egyiket, vagy mind a kettőt, de... Tehát ha több drótot kitesznek, valahol beleakadnak, és többet leszaggatnak a fejükről. De ezek károsítják a vadállományt, tehát hogy ez bűncselekmény. Hát igen. De mit csinálnak ezekkel az agancsokkal? Az orrszarvúnál tudjuk, hogy tényleg ledarálják, és akkor a potenciál növelő lesz. De ezzel mit csinálják? Eladják? Hogy ezt valaki megveszi, és 500 000 forintért fölteszi a falára? Az egyszerű csont, az potenciál növelő. Tessék? Hát az egyszerű az nem, csak ha orrszarvújé. Igen. Ha csak azt, már éreztem Gyuri bácsi, hogy fölcsillant a szemed. Nem tudjuk, hogy mit teszik össze Gyuri bácsit a reggeli kávé mellé, de csak az orrszarvú volt fogyasztott. Igen. De ezzel tényleg mit csinálnak ezekkel az agancsokkal? Hát gondolom, hát ebből csinálnak bútorokat is, székeket is. Szerintem sok mindent lehet belőle csinálni, vagy nem tudom, hogy étkezésre használják-e valamire, vagy fogalmat. A szarvas maga finom, de az agancsa. Villának. Na jó van. De akkor ez lehet itt. Majd bejelentkezett egy másik vadász, mindjárt őket is, vagy őt is meghallgatjuk. Mi a helyzet a románokkal? Áll, alakulnak, jönnek befele már. De vigyázol ránk? Vigyázz, hát odafigyelek nagyon. Most a rendesebbje jön, még a rendesebbje. Ja, még a rendesebbje. Elkapdosod őket, vagy jelentett, ha van valami mozgás? Hát figyelem, észreveszik, hogy figyelem. Tudják, ja, hogy itt vagyok, lesvárok. Akkor már visszamennek. Akkor nem jönnek át. A rosszak nem. Csak a jók jönnek. Jól van. Na vigyázz magadra, jó? Köszi szépen, tikis. Hello. Na, és akkor most hallgassuk meg a valódi magyarázatot. Itt van Zoli, aki szintén vadász. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm minden hallgatót! Hello, igen? Jó úton kapizgáltok. Az a lényeg, hogy valóban a gyintaros februárban átszűzve hullatja az anámcsát, aminek hatalmas értéke van, hát hatalmas, akár egy szarvasról a két agancsa lehet 5-8 kiló is, ami aktuális piaci áron az körülbelül 4-5000 forint jelenleg, de úgy hallottam, hogy ez növekedni is fog ez az ár, és azért verődnek ekkora csapatokban, mert mivel, hogy hullajtják az agancsukat, folyamatosan zavarják
az agancsozók a területet, ami törvényileg tiltott, mert ezzel károsítják mind a vadállományt, mind a, hát meg ezzel baleseteket is okozhatnak, ugye, amit láthatunk is a videón. Igen, hogyha az az autó rendes sebességgel megy, és eléd ugrik egy ilyen csor, de hát ott az biztos, hogy baj lehet. Hát meg képzeljétek el, egy szarvas 120 kiló is egy bika. Igerelt súlya. És mondjuk egy 1000 darab szarvas, vagy egy 5-800 darab szarvas, hogy így csapatokba verődtek, akár még egy autópályán is el tudja szakítani a kerítést. Hát igen, azért, ha megindulnak, vagy őket bármilyen. Nem nagyon lehet megfogni. Mit csinálnak ezekkel az agancsokkal? Én azt nem értem. Tehát megveszi valaki, megveszi, és 10 000 forint fölteszi a falára? Arról igazság, hogy ezzel kereskednek is, tehát van, akik hivatalosan forgalmazzák, van, akik kevésbé hivatalosan, és jó úton jártatok, mert mind potencia neveled, tehát ledarálják, potencia nevelőket is csinálnak belőle, de mert nagyon magas a hormontartalma, és emellett nagyon drága agancsbútorokat is készítenek belőle. Mert az országút még elhiszik, nem, és akkor az afrikai kultúrákban hisznek benne, de hát azért Európában az ember nem gondolná, hogy éppen most mutatja az egyik kereskedelmi csatorna és a futás, hogy itt valaki ezt még elhiszi, hogy te most ha ledarálod a szaros agancsát, akkor az valójában potenciál növelő. Hát utána mindent el akarsz venni. Meg valószínűleg eladják úgy, érted, ha nem itthon, hanem külföldön, megveszi a szaros agancsat, ledarálja, és azt mondja, hogy rinocérosz. Aha. Hát ezzel nem vagyok teljesen tisztában, hogy ezt hogy értékesítik, de azt tudom, hogy a szlovákok, kínaiak, tehát Kína a legnagyobb felvásárlópiac, és szlovákok, németek aranyáron veszik. Aha. Tehát ez a 4000 forintos ár, ez olyan ár, hogy akitől feketén megveszik, mert valaki a Pista bácsi megtalálta valahol éppen az erdőben. Azért ez sokan ebből próbálnak megélni, mert ugye azon a részen Kaposvár, Somogy megy az alól, valamegy nagyon magas a vadlétszám is, de viszont elég rossz körülmények között élnek az emberek sajnos. Uh-huh. De elviekben ugye, hogyha az erdőben megtalálja, akkor azt ő beviheti, nem kell róla neki semmiféle papírt vinnia. Hát beviheti, le kell adni a vadásztársasághoz, erdészetekhez, persze senki nem teszi meg. Meg tudja egy szakértő állapítani egyébként azt, hogy ez természetes módon elhullott agancs, vagy pedig letört mondjuk egy szarvasnak a fejéről, vagy pedig ilyen dróttal? Természetesen, tehát a szarvasbikának a korát is meg lehet így állapítani, mert ugye van egy vetési sík, tehát egy hullajtási sík, tehát hogyha domború, akkor fiatal volt, tehát az agancs tőnél van. Tehát, hogyha domború, akkor fiatal volt a jószág, hogyha már homorú, hogyha teljesen egyenes, akkor középkorú, hogyha homorú, akkor pedig tehát idős állatról van. És ilyenkor a vadásztársaság megteheti azt, hogy nem veszi át, vagy adott esetben fel is jelenti azt, aki bevitte? Hát igazándiból nem, tehát annak örül a vadásztársaság, hogyha átveszik, mert ők hivatalos forgalmazóknak értékesíthetik tovább. Aha, most aha. Nagyobb vadaskertekben az a tapasztalat, hogy ilyenkor ahova tilos ugye a bejárás is szinte a fokozott vadászat miatt, hogy rendőrrel ellenőrzik ezt. Tehát rendőrökkel mennek az erdészek, kerítésőrök, és ők ja, fokozottan ezt ellenőrzik. Igen, 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 igen. Na jó, hát akkor nem a buci volt, akkor nem a mi magyarázatunk. Nem, orvadászok inkább. Zoli, köszi, hogy elmondtad. Az életterüket zavarják így az állatoknak. Igen, köszi, hogy elmondtad. Jó vadászatot nektek. Köszi, ciao. Hello. De azért ez kemény, nem? Így hajtják őket, és kifeszítenek drótot, hogy leszakítsák a fejükről az agancsukat. Hát azért ez nagyon szomorú. Igen, és amikor mondjuk nem sikerül mind a két agancsot letörni, hanem csak az egyiket például, az egyébként már veszélyt jelent a másik állatra nézve is. Igen. Arról nem beszélve, hogy mondjuk itt a videón láttuk, ugye, hogy szerencsés volt a helyzet, mert hogy egy nagyobb belátható útszakasz volt, hogy szántóföldön vonultak át ezek az állatok. De mi van, hogy egy ilyen szűke erdősávban jön ki ennyi állat, mondjuk elkezdik valahol hajtani őket, aztán ők meg valahol kiukadnak a 5 kilométerrel arrébb. Tehát nem is nagyon, igen, nem nagyon lehet ezt irányítani. Na jó, megtudtuk, érdekes magyarázat volt. Ez 7:30 múlt pontosan 6 perccel Ákos hírei után jövünk a játékkal. Ha valaki szeretne játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, ennél már csak az a veszélyesebb, ha Pöcsös a Rudli írja valaki között. Egy Pöcsös Rudli az nem mókás. Köszönjük szépen. Az agancsból csillárt, falidízt, asztali lámpát, meg zakógombot is csinálnak. Most én megnéztem egyet-kettőt az interneten, ezek förtelmesen rondák. Tehát, hogy ezeket kiveszi meg, vagy miért gondolod ezt szépnek? Amit ki kell díszíteni, nekem már, hogy ott kompatibilis, tehát hogy ott hogy elviseled ezeknek a látványát, meg jól is néznek ki, de egyébként otthonra veszel egy ilyet? Nem nagyon. Nem vett egy ilyet. Jobban szereted az állatot, ha van egy ilyen otthon? Nem, szerintem nem.
Nem tudom. Nekünk van otthon. Van otthon, nincsen fölrakva, apám vette valami 30 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, hogy jutott hozzá. Csillárt? És nem, hanem fogast. Ha? És egy ideig benn is volt a lakásban, még akkor albérletbe éltünk, de az első adandó alkalommal azonnal lekerült. Kidobni nem akartuk, mert hogy úgy voltunk vele, hogy mégiscsak apám után valami, ott van, szépen. El van súvasztva, ahol senki nem akar hozzányúlni, mert egyszerűen viszonyunk tőle. Viszont ott ellenézni ezeknek a dolgoknak, és tényleg így van, hogy azért igen, ez a rinocéros szarv, meg a szarvas agancs, meg ugye a tigris cerka, de a legdurvább egyébként a medvehere. És az mire? Az kened vagy nyeled? Nem, igazából engem az érdekel, hogy szerzik meg. Tehát, hogy azért szerintem az már meg is érdemli. Tehát, aki hozzá tud jutni egy medveheréhez természetes úton, nem úgy, hogy levadászt a szerencsétlen medvét, hanem bemegy érte a barlangba, azért szerintem az megérdemli. Azt eladhatja jó pénzért. Igen. Ott le a kalappal. Tehát, amikor oda mész, mögé kúszol, ott alszik, érted, megfogod. Foggal. És foggal. Az a bátor. Vagy fogod a kis bicskádat. Hát tudjuk, hogy egyébként egy mokányabb pásztorok például foggal herélnek állatokat. Igen, ezt hallottuk, igen. Hmm. Hogy fogga, megfogja és kitépi, igen. Na, Maci, a medvénél azért ez egy picit keményebb. Igen. Harcosabb, mert ugye először is szét kell fújnod a bozótot. Hát lehet, hogy ketten mennek. Tehát lehet, hogy ketten mennek, és egy valaki lefogja, igen. A másik csinálja. Elteleli a figyelmet. De akkor három kell, mert egy fogja, egy szétfújja a bozótot, és a harmadik kitépi. Egy fújja a bozótot, egy tépen meg lefogja. Állam, vannak a bocsaid! És az mire jó egyébként? Mit mondanak a medvehérek? Az is potenciál nevelő. Bármi, ami... De és mi, ezt megeszed, vagy rákened? Vagy... Tudom, hogy kicseréld a sajátjaid. Gondolom, azt is meg kell lenni, vagy por formájában, vagy kapszula formájában megcsinálják azt is. Tényleg egy idő után már tényleg elkezd hinni mindenben az ember. Valami mindent kipróbáltál. Ez korfüggő, vagy? Is. Ez egy ilyen végső mencsár, nem? Hogy ha más, hogy akkor ezzel jobban. Vagy hogy túl nagyok az elvárások otthon. De olvastam most tegnap, hogy ti is olvastátok a cikket, hogy egy közszereplőnél például a napi kettő. A napi kettő. Napi kétszer beszélgetnek, vagy mi? Aha, igen, nem, ja, napi kétszer köszönnek a másik. Napi kétszer szólnak egymáshoz, vagy ez mi? Egyik az egyik, másszor a másik. Tudod, nem, igazából a cikk az csak arról szólt, hogy ez a, szerintük ez a normális, hát ez a természetes. Nem is. Biztos, csak mondják, hogy hát ez lenne a természetes, de mi havonta egyszer csináljuk. Ja, hogy ez vágyakozás, csak a napi kettő. Jaj, azt olvastam most, jutott eszembe, igen, lenyilatkozták, hogy napi kétszer vannak együtt. Igen. Ugye? Van egy reggeli, hogy jól induljon a nap, és van egy ilyen éjszakai elalvós. Napi kétszer vannak együtt. Egyszer, amikor felkelnek a másik mellett, amikor lefekszenek. Nem hiszünk, vagy nem hiszünk nekik, vagy nem? Nem. Kamu? Ne vicceljetek már. De lehet, hogy úgy érted, hogy napi kétszer találkoznak. Lehet, hogy úgy vannak együtt. Uh-huh. Napi kétszer vagyunk együtt. Tehát reggel találkoznak, meg este találkoznak. Nem így értették? Nem? Igen. Hello. Igen. Na jó van, játszunk, itt van a játékosunk. Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni a párafarm csalogányai. Basszus, tényleg írjét egy hallgató, le kell darálnom az agancsot. Ne daráld. Akkor legalább leértelmes, ez viszi a mágdaráló? Az nagyon, több mágdaráló viszi, egy nem. Ne is mondjad, hülye, tényleg hülye, aki megveszi. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Alexa vagyok Debrecenből. Alexa, hello! Szia! Hello, sziasztok, fiú! Jó reggelt, mit csinálsz, Alexa? Munkahelyen vagyok, itt előkészülök a napra. Na, mit csinálsz? Zöldséget pucolok. Zöldséget pucolsz? Hogy hán dolgozol akkor? Nem, marketinges vagyok, csak ilyen napközbeni falatozás, vagy ilyesmi. Próbálok leszokni a dohány áruról, és pótselekvés. Ja, és a répázás. Igen. Hát megpucolod a zöldséget, a répát, és megeszed. Hát és én nem mondtam semmi rosszat. És mindenhol, igen, viszel magad a zöldségeket, amikor rágyújtanál egyébként egy cigre, elkezdesz hámozni valami zöldséget? Nem, ez csak a munkahelyen. És mit szólnak hozzá? Rájár mindenki, úgyhogy... És mióta nem gyújtottál rá? Hát, még nem vagyok annyira toppon, még csak egy pár napja. De aztán azt mondta, hogy fél órája, mert az úgy mondjuk, az még azért nem annyira határozott leszokás. 4 kiló répa óta. Igen. De miért, egy hónapja, azt mondtad, bocsánat? Nem, még egy pár napja. Ja, pár napja? Nem, még nagyon az elején. Hát akkor most még az idegesség, a feszültség, a pótcselekvések és minden. Minden megvan. Hányadik próbálkozásod ez, hogy leszokjál? Második. Elsőre meddig sikerült? Egy hónap volt.
utána jött valami esemény, amire mondhatod, hogy nagyon nem bírod rá, kell, hogy újtsa? Szórakozni mentünk, ennyi. Az a csúnya gyerekek. Az a igen, csúnya. Azt mondják, hogy ha egy szórakoz, egy bulit kibír az ember, akkor már nincs gond, de én annál elvéreztem. És mi, drága? Azért szeretél leszokni? Vagy az egészséged miatt? Igen, az is, de nem az a fő szempont, hanem már érzem, hogy le kéne tenni. Aha. Tehát felmész 5 lépcsőt és lihegsz már. Vagy egy emeletet megmászol és már mennyi lifttel. Kicsit rosszul vagy. Igen. És nem félsz, hogy elhízol? Egyébként ez egy fura, de sokszor szempont szokott lenni hölgyeknél, hogy azért nem akarnak leszokni a dohányzásra, mert ugye amikor már nem dohányzol, akkor elkezdesz hízni. Hát amúgy sem vagyok egy nagy szávékony kisasszony, úgyhogy nem, ez annyira nem. Tehát azt mondta, hogy nem fog látszani. Igen, szerintem igen. Hát akkor szerencsés vagy. Jól van, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj, jó? Jó, köszönöm. Ők hajtják a szarvasokat, igen. Na figyelj, Alexa, mutatunk egy rövid kis részletet, figyelj. Ugye? Hát ez nem sok. Hallgathatnám még egyszer? Persze, mutatjuk, ugyanilyen rövid lesz, figyelj. Ezer éves dal. Azzal még nem is lenne gond, mert én is aztán mindent hallgatok, de lehetne egy hosszabbat hát abból. Hogyne, persze, figyelj, mutatjuk. Az nagyon jó, az jól az egyébként. Az ujját. Hát ez gondolom külföldi. Igen, abszolút. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó, köszönöm. Új, ez nem Madonna? De, az Madonna. Like a virgin, igen. Mondjuk ezt nincs benne a dalban, tehát ezt hozzátette. Hozzátette Óven bácsi. Igen, ez Madonna volt. Na, nagy nehezen beugrott. Valahogy beugrott. Valaki segített, vagy magadtól lehet, hogy csak rájöttél? Senki. Igazából már ennél az első ilyen felsipítozásnál rájöhettem volna, de már így másodjára megvolt. Egyébként igen, jellegzetes részletet. Igen. Részletet mutattunk. Jól van, Alexa, a bögrét kivettük, jó? Azt nem jó. Kapod meg, de a többi az szerintem megvan, ezt a lovaglást előbb. A többi az megvan, jó? Nagyon szépen köszönöm szépen. Szép napot nektek! Ciao, köszi! Jó hámozást! Igen. Jó kis répa álmozás. Jó az. De utálom az ilyen nyerzöltségeket. Fú, mennyire nem mond már. Megenni. Tessék? Hát így most így meghámozok egy répát, két karfiolt, vagy egy karalábét, és azt így megegyem. Hát azt hogyha elétezik egy kis mártogatóval. Jó, na az más. Jó, hát jó, de teszek mellé egy jó sztéket, és még igen, egy kis megpárolják, jó. Finoman megpárolják, dobnak rá valami kis fűszerkeveréket, egy grillzöltséget dobnak mellé, és van egy jóféle sztékat, én úgy nagyon szeretem. Jó, hát mártogatóval fűszerrel. Ez a különleves sztoria. Hó, milyen jó ez a különleves. Nem kérek hozzá semmi más, csak egy kis vizet, egy kis zsírt, egy kis zöldséget, egy kis húst. Igen, úgy már egészen jó. A mit csinálsz, nem egyelő, a mivel foglalkozol kérdése, nem tudod, hogy hülye válaszokat kaptok. Egyébként nagyon bírom a műsorotokat. Köszönjük a szépen. Nagyon szeretjük az ilyen korrekt helyreigazítást. Így van, ezen túl úgy fogom kérdezni, hogy mivel foglalkozol. Mert a mit csinálsz és a mivel foglalkozol, tényleg nem egyelő egyébként. Na nézzük a közlekedési híreket. Súlyos baleset az 51-es főúton az M51-esnél Budapest felé Dunaharasztin. Kamion és kis terautó ütközött, tűzoltó, mentő és rendőrök már a helyszínen. Nagy dugó van, aki teheti, kerüljön. Tücsök Moncsi küldte ezt nekünk. Aztán Balmazújvároson az Újvilág soron van egy trafi. Ezt Jani üzeni. És az 51-es úton a nullás csomópontnál van a baleset Dunaharaszti felé. Így nagyon sokan kérdezik, hogy mi az oka a lépésben haladásnak, egészen pontosan ez. Aztán a 37-es főúton esik, köd van, 50-100 méter a látótávolság, pedig elég keletre van, sütnie kéne a napnak, mindenki vezessen óvatosan, ezt Kepes küldte nekünk, és a 44-esen Öcsöd után Kecskemét felé egy kamion az árokban kezdik a mentést, mindenki vigyázzon. Megköszönted? Megköszönted, hogy elküldte. Elküldte nekünk. Na, egy érdekes élethelyzettel foglalkozunk majd a hírek után, mert hogy egy olyan kérdés tartja lázban Németországot, hogy megfogdoshatja-e büntetlenül munkatárs nőjét egy férfi, ugyanis egy düsseldorfi cégnél óriási botrány robbant ki, hogy egy ott dolgozó durván zaklatott egy nőt, megfogdosta a keblét, mégsem lett komoly következmény az ügynek, mert hogy felettesei azt mondták a sajtónak, hogy jó munkaerőnek tartják a férfit, ezért nem rúgják ki, hiába tett panaszt a
kolléga nője. Érdekes megközelítés. Igen, és a Bild német napilap készített egy egész oldalas összeállítást az esetről. Nyilván nagyon sokan felháborodtak, és azt próbálták kinyomozni, hogy mi történt pontosan, és hogy miért nem rúgják ki ezt a férfit. A cég pedig azt mondta, hogy nem bántják, jó munkaerő. De mi lehetett? Ellenőrzött valamit? Tehát, hogy biztonsági főnök? Vagy miért fogdossa hát, meg a mellét? Most ez egy klasszikus szexuális zaklatás. Tehát, hogy itt páros lábbal ki kellett volna rúgni az úriembert a munkahelyről, független attól, hogy mennyire jó munkaerő. Tehát, hogy egy valószínűleg visszaélt kemény a pozíciójával. Így van. Erről beszélgetünk majd a hírek után, hogy egyáltalán mi számít Magyarországon zaklatásnak. Mikor érezheti azt a nő, hogy őt már zaklatják? El kell ezt tűrni egy nőnek, vagy nem? Egyáltalán kik, vannak-e olyan főnökök, akik mondjuk zsarolják az alkalmazottat, hogyha nem nincsenek ott egy légyotra, akkor kirúgják őket, mert egészen biztos, hogy ilyen tapasztalatok is vannak, hogy nők kapnak ajánlatot. Zaklathatnak-e szexuálisan egy férfit például, ha mondjuk női főnököd van, és a női főnök tesz egy ajánlatot, az kevésbé számít zaklatásnak, pedig egyébként hát ugyanolyannak kéne, hogy legyen. Ugyanaz. De nem csak a főnök beosztott viszony az érdekes egyébként, hanem mondjuk azonos poszton lévő kollégák. Amikor te azt gondolod, hogy az, hogy belékarolsz és elkíséred kávézni a hölgyet, az még nem tartozik ide. Tudod, hát ez talán nem is tartozik annak. Hát, a kérdés, hogy ő minek éli meg. Bizony, akkor nem szexuális zaklatás, ha nem jön be, akkor az. Igen, ezért nehéz a kérdés, és ezért nem lehet egyértelműen kijelenteni dolgokat. Minden esetre ez most, hát hogy nem rúgják ki a pasit, ez borzolja a kedélyeket Németországban, úgyhogy erről beszélünk. Ha valakinek van hasonló tapasztalata, vagy kapott ajánlatot a főnökétől, esetleg minden nap rácsapnak a fenekére, és ezt el kell, hogy tűrje, vagy fél elmondani, vagy esetleg attól fél, hogy a szóvá teszi, akkor kirúgják. Írjon nekünk, hogy lássuk, milyen élethelyzetekben vannak. Hát én a Zsűlben múltkor belekaroltam, hogy elmegyünk együtt az automatáig, aztán 3 napig nem jött utána. És Zsűl megpróbáltad elvonszolni. Illetve nálam panaszkodott, igen. 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 Ugye, és azért ezt a kérdést ugye nyilván sokszor elbagatelizálják, pedig ugyanakkor egy komoly dologról is van szó sok esetben, amikor is nők mondjuk ezt tényleg nem merik szóvá tenni, mert féltik a saját egzisztenciájukat, hát ha találunk egy olyan nőt, aki megírja nekünk, hogy ő már eljött arról a munkahelyről, de konkrétan ajánlatot kapott, rácsaptak a fenekére, belekaroltak éppen, vagy naponta tettek neki szóbeli utalásokat, mert nyilván az utalás is egyfajta zaklatás egy idő után. Nem, ha neked mondogatnak, megjegyzéseket tesznek, és éreztetik veled, hogy mondjuk tárgyként kezelnek, vagy kezelhetnek, hát az ugyanolyan zaklatás, mintha testi kontaktus van egy idő után, szerintem. Én legalábbis oda sorolnám. Igen, de itt is azért attól függ, hogy tényleg, hogy az inger küszöb milyen magas, mert sok hölgy, valljuk őszintén, mondjuk egy pozitív visszajelzésként éli meg azt, hogyha mondjuk vannak ilyen kétértelmű megjegyzések az irányába, vagy pedig jelzed mondjuk ilyen finoman, hogy bejön neked. Hát a finom, de mondjuk egy bizonyos határon nem, de akkor valaki igen. Már azt mondja, mert ugye verbális zaklatás is van, nem csak az, amikor megfogdosod a mellét a nőnek, vagy pedig a fenekére csapsz, ahogy te szoktad felé, hanem hogyha... Hát a visszajelzés, köszönöm szépen. Tehát, hogy van verbális formája is ennek, nem csak ez a némes eset, mint amikor megfogdossa valaki a mellét. Igen, na erről beszélgetünk, várjuk az SMS-eket és a hozzászólásokat, jó, ezzel jövünk a hírek után, 2 perc múlva, pontosan 8 óra. Nyolc óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy nagy baleset, méghozzá az M0-áson, a Dunaharasztinál, az 51-es úton. Ott a Kontra iparterepről kivezett úton 2 teherautó ütközött, és emiatt van útzár. Valamint, ez lehet, hogy ugyanaz, nem tudom. De igen, az 51-es főúton az M51-es Budapest felé vezető oldalán Dunaharasztinál van egy baleset, kamion és kis terautó ütközött, akkor ez ugyanaz, igen. Uh-huh. Ezt Moncs is elküldte nekünk, és ott hatalmas dugó van, úgyhogy mindenki próbáljon kerülni, mert hogy ott útzár is van, nem nagyon tudtok majd átjutni. Budafoki út Új-Buda centertől belváros felé lassan halad, ezt Melinda küldte nekünk, trafi az M3-as 205-ös kilométerénél Budapest felé Kiskaresz üzeni, aztán van egy trafink a Újpesten a Pozsonyi úton, a Kagylós kút előtt, a szokásos helyen Pot R. Ja. Ezeket így olvasás között eszem össze. Pot és egy R betű. Nagyon jó. Pot R. Nagyon jó, köszönjük. Balmazújvároson az Újvilág soron trafi van, ezt Jani küldte nekünk, és a 37-es főúton esik köd 50-150 méter a látott távolság, úgyhogy ott is mindenki menjen egy picit lassabban. Köszönjük szépen. Ki volt ez, aki így nyivákolt? Ez Ed Sheeran volt? Ő énekelt így? Nem csak rajta maradt a füles zene alatt, és azt hallgattam, hogy ki. Nyivákolt. Ki volt ez? Na, gyerekek, hát egy érdekes dolog történt
ugye Németországban nem akarják kirúgni azt az embert, aki fogdosta az ő kolléga nőjét, és Németországban most mindenki ezt az ügyet nyomozza, mindenki erről beszél, mert hogy állítólagosan, ugye hát ez hatalmas botrányt okozott egy düsseldorfi cégnél. Joggal. Joggal, nyilván abszolút, így van. Egy dolgozó durván zaklatott egy nőt, megtapogatta a keblét, mégsem lett semmi komoly következménye az ügynek, mert hogy felettesei azt mondják, hogy jó munkaerőnek tartják a férfit, és ezért nem rúgják ki. Hiába tett van azt az ő kolléga nője. Na most nyilván ezen Magyarországon is mindenki felháborodna, ha hasonló esetre derülne fény. Az a nagy baj szerintem, hogy nem nagyon derülnek ezek ki. Tehát általában... Mert nem mered mondani. Nem mered mondani, ki. És nem derül ki. Ugye? Nem hallasz sokszor ilyet, pedig nyilván van azért ilyen, vagy ehhez hasonló eset Magyarországon is. Hát csak nem beszél erről senki. Ezek szerintem az esetek túlnyomó többségében, ha ilyen előfordul, mondjuk egy magyarországi munkahelyen, akkor ez egy ilyen aláfölé rendeltségi viszonyból kifolyólag nem derül ki, mert ezért szerintem az elég ritkán fordul elő, hogy mondjuk egy alkalmazott a főnököt kezdi el szexuálisan zaklatni, inkább fordítva szokott történni a dolog, hogy visszaél a főnök a helyzetével. És alkalmazott között, ha zajlik, akkor azért nem mer menni a nő a főnökhöz, mert nem hisznek neki, azt mondják, hogy jaj, hát Krisztikel nem volt a semmi, kicsit odaért hozzá, tehát véletlen volt. És akkor neked ciki nőként? Szerintem nem mindegy, hogy kihez mész oda. Tehát, hogyha most egy női főnököt találsz magadnak, egy olyat, aki mondjuk bele tudja magát képzelni a te helyzetedbe, és együtt tud veled érezni, mert hogy ő is nő, akkor ott szerintem simán lehet, hogy elmeszelik a fickót. De mondjuk, hogy egy férfihez megy oda, egy férfi főnökhöz, akkor ott jön ez az elbagatelizálás, amiről te beszél. Nem volt az semmi. Mi az, ami zaklatásnak számít? Honnantól tudod, hogy az zaklatás? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mi van akkor, ha egy nő nem szereti az ő férfi főnökét, és kitalál valamit, nincsenek szemtanúk. Tehát ezért baromi nehéz ezt bizonyítani pro és kontra, és ezért hallgatják el ezt sokan, mert ugye a bíróságon is neked kell bizonyítani, hogy mi történt, megaláznak oda a méltóságod, és még neked kell bebizonyítanod, hogy mi történt. Ha nem, nincsenek kollégák, akik mondjuk ezt tudják igazolni. Ha egyszer van egy kicsit szaftosabb megjegyzés, akkor az már zaklatásnak minősül. Hát, szerintem az nem. Vagy ott, az még nem. A verbális vonalon a Amerikában igen, például. Amerikában igen, teszel meg, ott ezt nagyon szigorúan nézik. De ott nagyon sok munkahogyi beutazni. Ott utaznak is erre, igen. Tehát ott nagyon ott valakinek rácsapsz a fenekére, ott meghurcolnak. Tehát ott nagyon kell vigyázni. Ez a fajta haverkodás, ez a fajta megfogjuk egymást, a karját megfogod, ott nagyon óvatosan kell bánni ezzel, igen. Ott kicsit ez túl is van azért tolva, szerintem, de ott olyan érzékenyen veszik ezt. De verbális vonalon szerintem a rendszeresség, tehát az, hogyha a rendszeresen előfordul, mert egyszer-egyszer valaki tesz egy megjegyzést a másikra, mert tényleg jól néz ki, vagy tetszik, vagy éppen csak poénnak szállja az egészet, az nem egy nagy dolog. De a rendszeresen, és már látszik a másik, hogy tolakodásnak veszi, hogy rosszul esik neki, hogy terhére van, akkor azt szerintem egyértelműen szexuális zaklatás, és hogy az lehet. A másik, a fizikai kontaktusnál meg szerintem rögtön. Tehát, hogy ott az első az már szexuális zaklatásnak minősül. Tehát nincsen olyan, hogy odamész a kolléganőhöz, és csak ugye a fenekére csapsz. És ha olyan viszonyban vagytok, hogy jóba vagytok, és rácsapsz a fenekére. Hát azt ugye te tudja a viszonytól is, hogy mikor az zaklatás. Egy vadidegen nőnek lemész ide büfébe, rácsapsz a fenekére, hogy az nem biztos, hogy szerencsés. Nem? De most, ha a kolléganőd és jóban vagytok, de ő mégis egyszer csak azt mondja, hogy jöttem hozzá zaklattad. Szóval baromi nehéz azért nehéz. Ezt így megfogalmazni, hogy pontosan mi is ez. Juli, téged zaklattak már? Vagy volt már olyan, hogy... Balázs az nem számít. Volt olyan, hogy te meg az már 20-30-an adtál a szállát, érted? Igen, nekem sok mindent elnézel. De hogy volt ilyen már? Hogy... Fogdosni nem fogdosott soha senki, hál' Istennek, viszont nekem rendszeresen... Na, de hát csak volt azért valaki, aki jól esett volna. Nem, hogy a sajnosnak futottál neki. Állandóan kétértelmű megjegyzéseket tesznek. Van egy kollégánk, aki rendszeresen ezt csinálja. Én úgy szeretem, hogy te ezt így beülsz, és így bemondod. Hát ő azt mondja, Juli. És még el is játszott, nagyon jó. Ha nem lennél férnél. Vagy ha bármi gond van otthon, rám számíthatsz. De ő csak kevesen felajánlkozik. Na ez például a zaklatás? Tehát hát ha ezt ez mondja az... neked egy kollégád, aki egyébként kedvesen mondja, nem tudod, hogy humorizál-e, azt te most a zaklatás számlájára írod, de azt mondod, hogy jaj, hagyjál már, de mi Józsi, nem, hagyja a hülyeséget, de férjem, azt szeretem. Tehát, hogy, ki van nálunk Józsi? Direkt mondok más. Na, de hogy ez zaklatásnak veszed? Hát, figyelj, engem egy idő után ezzel egy kicsit zavarba hoz, mert azt látom rajta, hogy bár humorizál, de ha azt mondanám, hogy akkor most
Akkor mennétek? Arra, akkor de nem, nem lehet, hogy ezt csak te gondolod mögé? Lehet, hogy ő tényleg nem gondol semmi más, csak azt mondja, hogy egyébként egy szimpatikus kolléganő vagy. Igen, ha most, baj van, ha akkor szóljál. Nyilván, ha behoznám ide a stúdióba, akkor azt mondaná, hogy humorizál. Aha. De nem hiszem, hogy humorizál. Tehát, hogy benne lenne a játékban valószínűleg. Csak aha. Ezt úgy, és ennek a történetnek szerintem a rákfenéje, hogy úgy adják elő, mintha poén lenne. Kisanyám, te is tudod, ja, de persze csak huncutkodunk. De mi az a vonal, ahonnan komoly. Eldöntött, hogy ez már nem huncutkodás? Tehát, szerintem az egy pali, ezt egy nő érzi. De mi az a mondat? Érzed, amikor már úgy mondja, hogy komolyan gondolja, és érzed, amikor azt mondja, na, Juli, nincs rajtad, mert tartom, tök jó. És akkor így megvonod a vállad, örülsz neki kicsit, tehát szerintem a nők pontosan érzik, hogy mikortól kezdve nyomul már a pali, nem? Vagy mikortól válik nyomasztóvá. Állandóan, sokszor elmondja, sokszor tesz utalást, szembe jön. Na de várjál, tedd a szívedre a kezed, hogyha mondjuk ő neked bejönne, mint férfi. De erről nem de is beszélünk, hogy nincsen de, beszélni. De, a dolognak a lelki mozgatórugóját azért nézzük meg, mert az egyiknél szexuális zaklatás, a másiknál meg bók. De nem bók, bóknak, nem, a bók az nem ez. Legfeljebb arra gondolok, hogy hízelgő, mert azt gondolom, jó. Hogy egy férfinak tetszett. De ne lelógoljunk a szavakon, az egyik egy jól eső érzés, a másik meg egy rosszul. Igen, de nem, tehát ha tetszene, sem játszanék el a gondolattal, hogy most mi történhetne kinn a WC-ben, mert nem játszom el a gondolatot. Nem, mert budiba, nem áll budiba. Valami romantikus budiba. Én is voltam itt egy párszor, nekem sem fordult meg a fejem. Szörnyű dolgokat talál az ember. Tehát attól nem függ tényleg, hogy milyen a pali? Tehát mondjuk helyes, és akkor az már kevésbé zaklatás. Nyilván, ha most fizikai kontaktus van, akkor az nyilván egyértelműen az, persze. De ha mondjuk nincs, csak és mondjuk neked nem azt mondom, hogy tetszik, de mégis azt mondod, hogy elviselhető, akkor mégse zaklatás. Szerintem, mert akkor viszont sok nőnek jól esik, nem? Ha meg ráadásul egy helyes férfi teszi mindezt, akkor engem az sokkal jobban zavarba hozna. Aha, de az jól este. Hát igen, csak ha még ráadásul ehhez a történethez még helyes is, és jóképű is, én attól még jobban zavarba lennék. Mert tehát, hogy ez egy ilyen egy nagyon hülye szituáció. Mit tudsz erre egy ilyen helyzetre mondani? Én szerintem nagyon sok minden múlik rajtatok. Tehát szerintem nagyon sok minden múlik a nőn. Ja, mert hogy én atya, így... Nem, a hatodszor is meghal. Nem, erre gondolok. Ha nem dobálnád magad itt a folyosón állandóan, ahogy jössz, a miniszoknya. Nem, én nem erre gondolok. Igen, mert az első mondat után neki azt mondom, hogy na most befogod a pofádat, és ilyet. Igen, biztos, hogy igen, de én erre gondolok. Ha nekem ezt mondtad annak idején. Egyrészt, ha én ott voltam, amikor Janit így elintézted. Tehát az, hogy egy nő mondjuk 8-szor és hagyja, és nem mond semmit, arról legalább annyira tehettek ti is. Tehát szerintem itt nem szabad hagyni a dolgot, nem? Tehát ha te helyre teszed három ember előtt, valószínűleg a büdös életben nem. Tehát mindig a kicsit az áldozatokhoz mennek oda, akik ezt így zavarban vannak, csukod a szemed, elfordulsz, elpirulsz. Ha egy mondat után te ezt helyre teszed és rövidre zárod, akkor onnantól ez a dolog meg van oldva. Nézd, nem fog oda jönni többet. Ebben a játékban benne van az, hogy ő látja, hogy ezekkel a mondatokkal engem zavarba hoz. Na de elpirulok, lesütöm a szemed. Szoktál rá mondani valamit? Jaj, ne már. Jaj, ne csináld már, Tibi, nem? Ezt mondod, hogy jaj, ne már. De mi nem teszed? Jaj, ne már. Hát és ráadásul kicsit el is pirulsz. Igen, hát igen, akkor igen. Ez neked tetszik. Szemlesütve, hát jaj, ne már. Hát tetszik karakár nőnek lenni. Oszd ki, és meglátod, hogy nem fog oda jönni többet egy nőnek. Szerintem legalább az ilyen helyzetet ugyanúgy tudni kell kezelni, hiszen ha nem kezeled, áldozattá válsz. Tehát onnantól kezdve nem meri egy pali megtenni, ha érzi, hogy te egyenrangú vagy vele, és felveszed vele a kezét, de jaj, ne, jaj, köszi, jaj, de cuki vagy. Ő ettől nem fogja abba hagyni. Egyrészt én nagyon-nagyon ritkán konfrontálodok nyíltan, másrészt pedig ugye megint csak az a szörnyű ebben a történetben, hogy ebben benne van az, hogy én ezt humornak gondoltam. És akkor te nem. Hogy ideig nem tudtad hova tenni. Nem, hogy ő azt ő mondja, mondhatja. Hogy igen, hát én viccelek. Ha nem veszed a lapot. Ugye ez is ezért nehéz a bizonyítása is, amit te mondtál, hogy ezzel kihez a verbálisnak. Igen. Mert a fizikai kontaktus az, ha látta valaki, hogy megfogták a feneked, az egyértelmű, de erre az évődésre, erre a beszélgetésre, hova mész? Bemész a főnököthöz, és ezt elmondod? Nehéz. Nem, igazából egyébként Balázsnak, neked kell ezt a határt, neked kell meghúznod, és kijelölnöd egyértelműen. Mert egyébként meg tényleg, tehát ugye a nők nagy része nemhogy a nők nagy részének nemhogy ellenére vannak a pozitív visszajelzések, hanem még egy picit várják is, meg jól is esnek neki. Nézd, én hazudnék, ha azt mondanám, hogy ja, ennyi? Kicsit ja, mérges lett, a mondatottól mérges lett. Szóval, hogy egyrészt valahol benne van az, hogy egy picit jól esik, hogy kapok ilyen jellegű bókukat. Bár én, amit itt tapasztalok egy embertől, az néha már egy kicsit túllép azon a határon, amire én azt mondom, hogy
hogy ez jó pofa. De igen, ezt le lehet állítani, hogy ne. Azt mondhatom neki, hogy hagyd abba és fejezd be. De közben meg ezzel az emberrel én napi szinten találkozok. És én beszól kettőt, vagy tesz két megjegyzést, utána hátat fordítok, és átmegyünk. Jó, de most egy hétig nem voltam. Kipihented magad. Olyan van, hogy nő zaklat férfi. Biztos, hogy van ilyen is, nem? Azt aztán még nehezebb bizonyítani. Van, ilyen váltásban jött ő. Úristen. Mindárban. Van, nem akar beszélni adásban. Találtál ilyet? Jaj, te, nők se akarnak, meg férfiak se küzdök. De mitől fél? Szégyellik magukat, az az igazság, mert gyávák voltak, mert nem merték megmondani, mert szerintem zaklatás az, ami neked, hogy milyen nem tetszik és terhes. Az a zaklatás, amikor nem tetszik neked. Masszíroznia kellett a főnök nőnek a lábát, teját kellett neki készíteni. De. És Palike nem mondja el? Nem mondja el, mert szégyelli. Hát annyira fogdosnia kellett a fenekét, meg kellett fésülnie a haját. Oda megy, mondja és már el. Nem mondja el, mondta, ne haragudjak, nem mondja. Megfésülni a haját? Meg kell fésülni a haját, teját kellett neki főzni. És dúdolnia hozzá? Na, de itt mindig az az érdekes, hogy azért csinálta, mert félt, hogy kirúgják. Igen, tehát azért, ez egy egzisztenciális kérdés miatt volt, hogy ne rúgják ki, kvázi zsarolva is volt. Így van. Hogyha nem csinálod meg, akkor kirúglak, ami ugye több, mint zaklatás, mert hogy az már ugye zsarolás is. Van, két gyereke van, a felesége elég mondta, kevés pénzt visz haza, és hát egy idő után fölmondott, mert nem bírta. Hát mondta, hogy nem ment ez. Hát fésülgetni a haját zárt ajtók mögött, megfogdosni a fenekét, teját főzni neki, masszírozni a lábát. És miért nem jelentett? Ő nem jelentette, vagy nem volt hova följe? Kis cég volt, és ő volt a főnöke, tehát nem tudott hova menni. Aha. Meddig csinálta? Azt mondta, hogy ez meddig, fél évig, egy évig? Nem, kettő évig. Kettő éven keresztül? Nem, mondta, hogy nem bírta, elment, tehát kész. Mondjuk a főnök azt mondja, hogy végtelen aljas volt. Tehát, hogy ez így visszajön egy embernek a helyzetével. Igen. Az, hogy egyszerűen félti az állását, a megéletését, az egzisztenciáját. Csajoknál meg, amikor beszéltem velük egy picikét, én azt gondolom, amit te mondtál, Balázs, hogy nagyon, hogy is mondjam finoman, tehát, hogy nincs bennük kakaó. Tehát ezt nem érthető, azért meg, helyre. Tehát először nem is nagyon tudod hova tenni, nem? Félted sokszor az állásodat. Tehát ez nagyon összetett dolog azért. Ez. Egy humorral el lehet azért ezt. Egy humorral el lehet ütni, de ha rosszul humorizálsz, azt hiszik, hogy tetszik neked. Ha nagyon helyre teszed, félsz, hogy kirúghatnak. Vagy a sor végére kerülsz a fizetésemelésnél, nyilván nem kell azért megengedni, hogy fizetésemelés kapjál, de hogy összetett a dolognak a lélektana, nem? Igen. Hogy próbálod elhúzni, hogy jó, csak egy egyszeri alkalom volt, úgy csinálsz, mintha nem történt volna semmi. Ja, hát, ha nem történik meg újra. Legtöbb félt, tehát az volt bennük, hogy ők félnek, tehát hogy így nem akarták helyre tenni a szitut, mert féltek. Féltették az állásukat, az egzisztenciájukat, és azt mondták, hogy inkább belefér, inkább hagyják, hogy egy picit akkor legyen úgy, hogy kétértelmű megjegyzése, hogy egy picit megfogdossa őket, és így tovább. Már hogy mondta a főnök, hogy engedjék meg, hogy egy kicsit nem megfogdossa mondta, őket? Nem mondta, és ők meg nem mondtak nemet, inkább ezek aha, voltak, hát azért ez nagyon-nagyon nagy hiba. Igen, szerintem. Igen. Tehát amikor már egy kollektíva ezt hagyja, és senki nem mer nemet mondani, hát ott az első nőnek kellett volna nagyon keményen kiosztani. Na nézzük az SMS-eket, aztán nyilván lesz majd, aki telefonál és elmondja nekünk. Mi kíváncsiak vagyunk olyan női hallgatóinkra, akik ezt átélték, hogy pontosan mi történt, mit ígértek, vagy éppen mit nem ígértek nekik, vagy mit kértek tőlük. De van olyan férfi hallgatónk, amit Anna mondott, hogy mondjuk éveken keresztül kellett a főnöknőt is tápolni, az is érdekel bennünket. Borzasztó. A feleségem is átélt ilyet, írja egy hallgató, úgy kiosztotta a palit, hogy csak úgy zörg. Szerintem ezen sok múlik egyébként a női fellépése. Nyilván nem szabad áldozattá válni, még akkor sem az ember egyébként nyilván félti az állását. Az zaklatáshoz annyit, hogy először jó, vicces, másodjára elmegy, harmadszor pedig már elmegy a francba, ez Roni küldte nekünk, hát hasonló, mint Juli, hogy először érted, nevetsz rajta, most egy kínosan ötödszörre, viszont már baromi kellemetlen. Igen. Az én volt főnököm kizárólag durva szexuális utalásokkal beszélt a női alkalmazottaival. Nagyon kínos volt, és nem vicces, írja egy hallgató. A nők miért várnak az első kellemetlen esetnél, miért nem fogalmazzák meg udvariasan, hogy az illető átlépte a határt, kérdezi Kata. De szerintem ez a jó út. Mondjuk Katát akkor valószínűleg még nem zaklatta soha senki ilyen formán, mert tényleg az a szituáció, hát hogy ez a is főnököt kérdésem. Megfélsz. Tehát amikor gondold azt, hogy holnap kitesznek emiatt, mert ha mégse jön be, hogy te nyered meg ezt a vitát, hogy az főnököt zaklatott, akkor mihez fogsz kezdeni? Aha. Ott fogsz állni meló nélkül? Szerintem ez is benne van, és igazad vagy, bátornak kell lenni. De meg az, hogy jól értetted, hogy ezt mondtad? Valóban csak te érted így, nem, mi van, ha nem is úgy gondolod? De akkor megkérdezed? Ez egy hülye helyzet, tényleg. Oké, figyelj.
a Julinak mondjuk a főnöke, vagy az Annának a főnöke beszól, és ő visszakérdez, hogy főnök, tisztázzuk már, hogy mire gondol konkrétan arra, hogy akkor feküdjünk le, vagy pedig nem ez biztos, most csak hogy ez így megtörténik. Hát azért ezt gondold már el. Főnök megfogta a fenekem, hátra nyúltam, megmarkoltam a tökét. Halkan ennyit mondtam, falun nőttem fel, tudok disznót herélni. Előre köszön azóta. Ez jó. Előre ez köszön jó. Azóta. Ez, tehát, ne, ez vagány. Igen. Edith írja, hogy egy nő védje meg magát, én biztosan nem tűrném az ilyen viselkedést feltéve, hanem csak egy baráti játékos formában végzi az adott kolléga. Ha durva és tolakodó, egy nagy pofon, vagy netán csípős megjegyzés megoldhatja gyorsan a problémát, hajrá lányok, nem kell megvárni, amíg elmérgesedik a helyzet. A volt főnököm az első héten megjegyezte, hogy sokkal jobban áll nekem a farmer, mint a cicanadrág, ha tehetem, farmert hordjak. Ezután, ha nem így tettem, minden alkalommal szóvá tette, hogy ez a nadrág nem előnyös nekem, írja Betty. Ez nyomasztó. Aha. Tehát ez a klasszik, amikor nem feltétlen egyértelmű zaklatás, de egy idő után azzá tud válni. Mert már zavar, nem? Uh-huh. Tehát, hogy minden nap megjegyzést tesznek arra, hogy te miben vagy. Igen, látod, és itt sem volt semmi, nem utalta arra, hogy csináljuk egy görbe estét, vagy hétvégén, csak azt mondta, hogy a nadrág. Valamit. Igen, igen, igen. De ezt is lehet kultúráltan. Tehát, hogy amikor mondjuk megjegyzed azt, hogy ez a ruhadarab jól áll, vagy jobban áll, vagy nem tudom mi, akkor hát lehet kultúráltan. Éppenség jól is eshet neki. Igen. Azt mondja, hogy engem üldözött az 50-es főnökasszonyom, hogy hegesszem meg. Szerintem ne folytasd az SMS-t. Igen, nem beolvasod. Én mondtam neki, hogy már túl nagy a repedés. Ezt már nem lehet befoltozni. Üt, ne hívjatok. Azért 50-es főnökasszony üldöz. Ugye? Azért az is nagyon kemény. Igen. Egy könyvelő irodában voltam karbantartó, nekem nem csak, hogy fogdosni kellett a főnökasszony hátsóját, de még az volt a kérés, hogy minden hétfő szerdán reggel és délután masszírozza meg a talpát. Anna, lehet, hogy vele beszéltél. Aha. Ha nem teszem meg, elmondja a nejemnek, hogy a főnökasszony húgával volt egy délutáni kalandom a szeméttárolóban. Na jó, hát. Aha, tehát akkor volt kalandom, ugye? Atya úristen, most nem tudok beszélni, a nejem velem van. Igen, ez az SMS, azért ez nagyon azért durva. Azért törölt ki majd az SMS-t, jó? Ez nagyon durva. Ja, mondjuk itt én nem tudom őszintén sajnálni a srácot. Nyilván itt van mögötte valami. Azért a főnök azt mondja, is elbeszélgetni. Konkrétan megcsalta a feleségét, valaki ezzel tisztában volt, és ezzel próbált meg visszaélni. Tehát, hogy azért ez... Igen, kemény. Na, várjuk még az SMS-eket, jó? Írjanak nekünk, hallgatok. Hát, ha valakit adásba tudunk tenni, mer róla beszélni, hogy mi történt. Ákos, neked valami, hogy... beültél. Mondjad? Nem volt neked soha női főnököd? Női főnököm nem volt. Nem volt. De a férfit zaklatott. De volt férfit, viszont zaklatott. És miért húztok be a csőbe? Hát csak én kérdeztem. Fél 9-an pontosan várjuk az SMS-eket, jó? Mi pedig jövünk, Ákos híre után. 3:49 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, arról beszélgetünk, hogy mi van, amikor az embert zaklatják szexuálisan a munkahelyén. A Bild német napi lap egész oldalas összeállítást közölt egy esetről, miszerint egy düsseldorfi cégnél óriási botrány robbant ki. Egy dolgozó durván zaklatott egy nőt, nem lett semmi komoly következménye ennek ellenére, mert hogy felettese jó munkaerőnek tartják, és nem rúgták ki az illetőt. Óriási balhé van belőle most Németországban, hogy nem. Ugye nyilván különböző női egyesületek, feministák, mindenki azt mondja, hogy már pedig igen, tessék. És igazuk is van. Is van, abszolút. Nyilván, és arról beszélgetünk, hogy Magyarországon mi a helyzet, honnan számít ez a dolog zaklatásnak, mi van akkor, ha nő zaklat férfit, van-e ilyen, hogy női főnök, sok SMS árulkodik, hogy van, és hogy mit tud csinálni ilyenkor egy nő. Na, itt van Jácint velünk. Hello, Jácint, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, az mindig érdekes, egy férfi beszél arról, hogy őt zaklatták. Ritkább talán, de mégis hát, sokszor megtörténik. Igen, előfordul néha. Hát velem pontosan az az eset történt meg, hogy ugye mi egy cég vagyunk, aki dugulás elhárítással foglalkozunk, és kihívtak minket egy helyszínre, egy hotelhoz. És a munka végén, amikor a számla kifizetése került volna, akkor elvonult a vezető hölgy, az ottani hotelnek a vezetője egy szobába, visszajött a pénzzel és egy laptoppal a kezében, majd a laptopra elindított egy zenét, és arra kért minket, hogy mind a hárman táncoljunk neki. Nem mondod komolyan. De a pénz ott volt a pulton, és azt mondta, hogy ha meg szeretnénk kapni ezt a pénzt, akkor táncoljunk neki. Munkaruhában, de munkás ruhában, erotikusan, és akkor a pénzt meg. Ez annyira filmszerű, hogy ez hihetetlen. Ez egy viccesebbik része a dolognak, de hát ugye
táncolni kellett a pénzt. Jó, de nem mondani, nem rögtetek. Hát dehogy nem, hát ott ugye videófelvételt is csináltunk róla rögtön, hogy ugye ott táncolni kellett. De ki csinált róla, hogy ti csináltatok magatokról? Hát hárman voltunk, igen, a kollégákkal, és akkor ugye, hát mind a hárman nem, de hát valakinek áldozatul kellett esni, és az egyikünk táncolt, a másik kettő pedig rögzített. És eszetekbe se jutott, hogy mondjuk balhét csináljatok, vagy kikérjetek magatoknak, tehát teljesen egyértelmű, hogy fiúk, táncoljatok. Jó. Hát akkor, hát, akkor táncolunk. Tehát hát ez nem ennyire egyértelmű. Hát ez ugyan a vicces, de ugyanakkor megalázó is, nem? Egy-két napig azért volt róla szó, még utána is, de inkább... És mennyi ideig táncoltatok? Egy percig? Két percig? Hát amíg a zene tartott, ez egy olyan 3 perces szám volt körülbelül. Ja, hogy berakott egy zenét? Egy zenét berakott, igen, és akkor ott... És ő mit csinált közben? Hát ő csak mosolygott és nézelődött. És ti meg ott ilyen melós ruhába, ilyen kertészgatjába, bakancsba, ott táncoltatok az irodájába? A recepción, hotelnek a recepción. Jól nézett ki a hölgy? Nagyon csinos volt a hölgy is, meg a kolléganője is elég csinos volt. Ja, mert hogy hívott egy kolléganőt? Nem, a recepciós hölgy az ott volt a recepción, tehát ő a főnök asszony, a hotelnek a vezetője volt. Én készülnék becsekkolni egy ilyen hotelba, és látnám, hogy áll két nő a pult mögött, és 3 csőgőrényes pali táncol neki. Gumicsizmába, a kezes lábasba. Édesem, jó, hogy jó, biztos, hogy ez a hotel, ahova jöttünk. A kollégámnál megvan a felvétel, majd fel fogom hívni, és elküldetem nektek. Na, azt várj. Ez nagyon kemény. De te kicsit erre büszke vagy, én azt hallom, hogy azért, hogy szívesen táncoltál, azóta eszedbe jutott, hogy táncolnál még? De neked ez annyira azért nem volt bántó vagy megalázó? Hát egy picit az volt, mert ugye őszinte vagyok, 110 kiló vagyok, és nem az a sportos alkat, tehát nekem erotikus tánc az nem igazán áll az alkatomhoz. De a hölgyeknek bejöttetek? Tehát ezzel hát, semmi gond nem volt. Végig mosolyogták, igen. Hát tök jó. Hónapokkal ezelőtt nálunk is volt egyébként duggolás ellenállítás, eszembe se jutott, de most már egy picit így bánom, ha ezt így lehet kérni. Azért ez nagyon, nagyon kemény. Én nem tudom, hogy táncoltam volna, szóval én úgy elküldtem volna a fenébe, de tényleg, tehát hogy azért... Hát ezt kérni külön nem lehet, de hát ugye megesett a dolog. Tehát nem lehet külön kérni nálunk azt, hogy a munka elvégzése után, mit tudom én, táncoljunk. De ez így most megtörtént. Ha többet kértek volna a hölgyek, azt mondják, hogy egy kicsit kevesebb, vagy nem tudom mit, kevesebb ruhában táncoljatok, azt is megteszed? De azt nem, azt a kollégámra bíztam volna. Ah, igen. Ha dugulást is kérnek, nem csak elhárítást. Azóta voltatok ott, vagy kellett menni? Azóta nem, de úgy hallottam, hogy volt azóta probléma, garanciába vissza kellett volna menni, de én már nem mentem vissza. Aha. Hát azért ez nagyon kemény. Na jó van, köszi, hogy elmondtad, jó munkát nektek. Köszi. Ciao. Hello. Ez kemény. Az nem? Nagyon komoly. De a nő is mennyire beteg egyébként. Gondold el, hogy arra izgul, hogy 3 ember ott kezes lábasba, bakancsba, egyébként a gumicsizmába táncol neki a recepción. Nem? Nyilván ez nem csak egy szexuális perverzió, ez egy ilyen, tudod, ez a hatalom vágy, hogy te most megteheted, hogy neked ott 3-an táncolnak. Tehát, hogy... de azért ez is megint egy ilyen kicsit ilyen ellentmondásos dolog, mert tényleg, ahogy te is mondtad a filmen, ha filmen látod ezt, azt mondod, hogy mekkora poén. Érted? Ha meg tőled kérik, és persze, te adod elő, nem, akkor meg szörnyű kellemetlen. Igen. Itt van Timi. Hello, Timi. Jó reggel. Ciao. Sziasztok. Jó reggel. Hello. Na, veled téged is zaklattak? Vagy a főnököd zaklatott? Nem, ha ismeret, nem munkahelyi dolog volt. Ez az autós iskolában volt. Az autós iskolának a vezetője volt, aki zaklatott engem. Hát ez úgy volt, hogy ugye én csoportba tartják ezeket az oktatásokat, de én nem tudtam elmenni az egyik órára, ezért megtartotta ezt nekem így 4 szem közt utána ezt a pótórát. És akkor ilyen dolgok voltak, hogy mondjuk itt kérdezett valami kereszt kérdést, és mondtam, hogy nem tudom a választ, mondta, hogy egy pusziért cserébe szívesen megmondja. Mondtam, hogy hát köszönöm, akkor inkább megbukok a kereszt tesztem. Aztán utána leült mellém szorosan, tehát a terembe bárhova ülhetett volna, de így kis hián majdnem, hogy rám ült a bácsi, hogy együtt töltjük ki a kereszttesztet, és így bújt oda hozzám, és igazából azért akartam ezt nektek elmesélni, hogy azt lássátok, hogy mi nők, tehát hogy én éreztem magam rosszul, hogy most én vagyok ebben a hibás. Tehát, hogy utána felhívtam édesanyámat, felhívtam az akkori páromat, és ők mondták, hogy ez nem normális, hogy így bántak velem, és én mégis attól féltem, hogy ezt én váltottam ki, holott semmi nem tettem, amiért ezt. Igen, hát ez sajnos igen, természetes reakció. Tehát az ember önmagát kezdi el okolni, vagy még azt gondolja, hogy félreérti ezt a helyzetet, vagy talán benne van a hiba, nem. Közben nyilván nem, de hogy is nem erről van szó, csak sokszor a nők talán így gondolkodhatnak, igen. Igen, hogy igen. Meg kell, hogy erősítsenek, hogy dehogy is, hát te nem csináltál semmi rosszat, ez nem egy természetes dolog, és ezt nem szabad elfogadni, leginkább nem magadban keresni a hibádat. Megmondtad neki, vagy beszéltél vele?
Hát volt, lett volna rá lehetőségem, amikor, mert én utána ki is léptem, tehát két órát még ott végig kellett ülni, akkor őket. Elmondtam az egyik srácnak, aki ott volt még a társaságból, azt mondta, hogy ne aggódjak, ott lesz végig, és amikor kiléptem, akkor ki kellett tölteni egy papírt, hogy én miért léptem ki, és azóta is sokat gondolkozom, hogy tehát én nem írtam be, hogy emiatt. Azt írtam, hogy egy másik iskolát találtam, mert nem akartam konfliktust, mert akkor jöhet avval, hogy én vádaskodom, mert nem tudom bizonyítani, ketten voltunk ott. Igen, hát a beszélgetésünk lényege tulajdonképpen ez, hogy ez most oké, hogy Németországban kiderült, de hogy Magyarországon sem nagyon derülnek ki ezek az esetek. Tehát, és pont a lélektana érdekel bennünket, hogy miért nem. Tehát te is, aki mondjuk düböl indulatból akár teljes joggal feljelentést tehettél volna, megírhattad volna, vagy legalább megszégyeníthetted volna ezt az embert több ember előtt, hogy ezt miért nem. Én nem azt mondom, félreértés ne essék, hogy hibás vagy azért, mert ezt eltűrted, mert semmilyen úton, módon nem lehet az hibás, aki ezt elszenvedi. Nem erről van szó, ezt nem szabad összemosni. Csak a lélektana érdekel, hogy itt vagy te, mint egy ártatlan nő ebben a dologban, itt van ez a szemét, és mégis te vagy az, aki azt mondod, hogy hát nem akartál akkor konfliktusba kerülni. Igen, mert nem tudom bizonyítani. Tehát most az én szavam van az ő szava ellen, most neki van egy autós iskolája, ellehetetleníti azt, hogy én utána ne tudjam megcsinálni a kereszt vizsgát, ne tudjam megcsinálni az egészségügyi vizsgát. Tehát bennem volt ez a félelem, hogy akkor ő most itt nekem ellehetetleníti az egész. De átmész másik iskolába. Vagy... Egyébként utána ez lett, és ott el is meséltem a történetet, és mint kiderült, hallottak már erről az emberről. Tehát ezt több ilyen csinálta. Igen, csak nem nyeri el ugye a méltó büntetését, ez a baj. Hogy a következő nővel megint meg fogja csinálni. Simán. De egyébként ez a példa is mutatja, hogy azért a zaklatás és zaklatás között is mekkora különbség van. Tehát egy recepción táncolni két, vagy egy recepcionál táncolni a haverjaid, a munkatársaid együtt két nőnek, gyakorlatilag nyilvánosság előtt, van benne egy humorfaktor. Ebben, amit te elmeséltél, semmilyen szintű humor nincsen, ez egyszerűen borzasztó. Igen, igen, nagyon-nagyon kemény. És ugye aztán még neked kell bizonyítani, tehát kvázi meg is hurcolhatnak, nem? Tehát sok nő nyilván ezért nem beszél erről, vagy nem mer erről beszélni. Igen, igen, hát ez egy kemény helyzet. Azóta meg lett a jogcsit, megcsináltad gondolom, nem? Meg, igen, meg a másik iskolában abszolút pozitívan álltak hozzám, ugye a történet alatt elintéztek minden papírt, hogy nekem többet ne kelljen ehhez az emberhez mennem, úgyhogy ők nagyon korrektül álltak hozzá. És ott nem is volt ilyen nyilván, persze. Nem, egyáltalán nem. Igen, Timi, köszi, hogy elmondtad. Nincs még. Jó munkát neked, ciao, hello. Kemény SMS-ek jönnek egyébként. A főnök azt, hogy megkért, hogy masszírozzam meg a mellét. 27 éves nő vagyok. Ez egy neves multinál történt. Ez az a téma ugyanakkor, amire a nők vissza tudnak élni. Engem nemrég helyeztek át, mert egy hölgyike azt adta be a főnökének, hogy kikezdtem vele. Az igazság az, hogy egy méternél közelebb soha nem mentem hozzá. Mindenki csodálkozott a kollégái közül is, mert mindig ő jött utána. Engem a vezetők közül senki nem hallgatott meg, hogy mi történt. No comment. Ugye ezért nehéz ez a helyzet, ugye? Hogy ugyanakkor nyilván sokakat pedig megvádolnak ártatlanul, meg van a másik olvasata is. Egy ennek a történetnek. A lány vagy a hölgy valószínűleg akart valamit az SMS írójától, ő viszont nem. Látod? És akkor ennyi. És ennyi a bosszú, hogy azt mondod, hogy zaklatod, és már nincs is munkahelyed. Igen. Nos, én se tűrtem, már régóta nem dolgozom. Ott kaptam végkielítést bővel, mivel a munkámban nem tudtak belekötni. Mindig a kettesben eltöltött vacsorák voltak erőltetve. Mikor szóvá tettem, hogy ez nekem kellemetlen, onnantól kezdve más volt a megítélésem, bármit csináltam, az rossz volt. Örülök, hogy már nem vagyok ott, de annak is örülök, hogy nem hagytam magam. Ti, írta nekünk. 18 évesen az első munkanapomon a főnök hátát simogatva megkérdezte, nem viselsz melltartót. Te meg 6 hétig gipszes kézzel szeretnél dolgozni, többet nem próbálkozott, írja egy hallgató. Ez jó, ez dögös. Ha valaki ezt megmeri csinálni, és látod bejön, akkor az szuper, de szerintem kevés nő van, aki ezzel vág vissza. Kirakod rögtön az irányjelzőt, hogyha csirájába elfolytod rögtön az összes ilyen próbálkozást, akkor az jó. De mégsem az a jó megoldás, hogy igen, hogy ez a nők feladata. Tehát vagy az a jó, nem az a jó olvasata, hogy ezt a nőknek kell tudni megakadályozni. Nem elfogadható, persze. Igen, de értem, hát ezt igen, keményen fel kell lépni, persze. A főnököm rendszeresen célzásokat tett arra, hogy mit tudna velem művelni, mikor leállítottam, hogy inkább a kisfiával és a terhes nejével foglalkozzon, betanította a kisfiát, hogy fogdosson minket. Ne már! Ne! Fogdosson, és hogy miket mondjon nekem. Tehát a kisgyereket küldte oda a férfi főnök. Ennyire durva. Itt durrant el az anyám, félrehívtam a gyerek előtt, és közöltem vele, hogy a 4 éves gyerek nem talál ki magától ilyeneket, állítson le magát végre. 3 nap múlva kirúgott, azzal az indokkal, hogy nem mosolygott eleget a vevőkre. Jézus, kemény, nem? Beteg állat. Azért ez is kemény, nagyon keményesebbesek vannak, és beszélni kevesebben mennek, de keményesebbesek vannak, igen. Nekem a műtét után a beteghordó fiú tett ajánlatot, a telszámát is odaadta, hogy hívjam, jön, nagyon kiakadtam, hol élünk. Üdv nektek, ő se írja alá egyébként.
nagyon kemény. Az én régi főnököm egy évig le akarta szedni rólam a gatyát, amikor már máshogy nem ment, megzsarolt, hogy le leszek fokozva. Azt mondtam neki, hogy meleg vagyok. Egy hónap múlva majdnem le is fokoztak, de sikerült kirúgatnom a bagyát. Írja valaki. És írtak a recepcióról. Nem a recepcióról írtak, mert azt hittem, hogy közben jelentkeztek a recepcióról is, és jött egy SMS. Igen, hogy nem sikerült megcsinálni a budit, és hogy ezért kamu volt. Már rögtön rámozdultunk, persze, Julival itt rögtön, nem, kamu, persze, poénból írta. Az tényleg táncolt, szóval ott nincs mese, nem fognak írni. Hát valahol egyébként az is döbbenet. Hát síralmas konkrétan. Három pali ott áll, és nyomorultul táncol, hát te mit csináltam volna vele? De miért nem mondtak nemet, tényleg? De miért nem mondtad? Mi a lélektan egy ilyen szituációnak, hogy senő se férfi sokszor nem mond nemet egyébként? Ebben ez az érdekes, hogy nekiállsz a recepció nyomorultul táncolni. Tetszett egy picit. Két, az nagyon egyszerűnek kellene, hogy téged azt, hogy leteszik a pénz az asztal, és megkapod, ha táncolsz. Két úgy jó, el az anyába. Nem látták a pénzt. Nem igen. Tudom, most neked valaki letenni az asztal, és az én felikém, kifizetjük a számlát, a táncolsz, az állat. Úgy küldenéd el az anyába, hogy ez, nem, te az anyát táncoljon neked. Én őszintén mondom, hogy én táncoltam volna. Ott vagyunk hárman a haverjaimmal, munkatársaimmal, érted? Tehát ez egy olyan szituáció, ez lehet röhögni. Aki vagy annyira önérzetes, hogy azt mondják neked, hogy kifizetlek, ha táncolsz, úgy küldted volna el a felébe, hogy arrok, tehát nyilván táncoltál volna pénzért, te az a típus vagy, aki egyébként téged pénzért lehet táncolni. Jó, rosszul várján, néznek rá, és... műsorvezetőjére beszélünk, hanem ha mondjuk dugulás elhárítóként. Ja, jó, de ez egy másik ellen. Jó, hát azt nem tudom, milyen jellem vagy, mert akkor az fantázia. Most így, ha te most nem műsorvezető vagy, hanem Vadó Jannikén, de valaki rosszul néz rád, és nem köszön elég hangosan, egy fél napig kiborulsz. Neked azt mondja, hogy Jannikem, kifizetlek, itt van, táncoljam egy kicsit. Szerintem egy év múlva is még belebetegedve beszélnél az esetről. Nem, hogy vidáman táncolnál, nem mondd már. Ott állnék a virággal, meg Mónival bánkon a hotel recepciójánál, és tudod, így rendeznék a számlákat. Oké, rendben van, csak elindultjuk. Március bérét így adod a Janinak. Itt egy sót a szobában. De az a típus vagy, aki azért úgy táncolsz. Tehát, hogy azért most már táncolnod kell? Igen, meg így csetinjetek, te meg táncolsz. Egy hétkel persze három hetet számlázom. Hát a betegszabadság, az sajnos az az. Ott a tárkányzás papír rohadjál. Hány százalékon kell fizetni a tárpénzet? 120. Igen. Attila írja, a legfontosabbat mondjátok el a nőknek, hogy még ha nem is tudják bizonyítani, akkor is jelentsék. Ha egymástól függetlenül többen is jelzik, az már önmagában bizonyíték egyébként. Ez is egy jó hozzászólás. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Játszunk hármasugrást, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok fiúk! Szia. Hello, Feri, honnan hívtál minket? Salgótarjánból. Úgy kérdezem, hogy ne kössenek be, hogy mivel foglalkozol? Síküvegfeldolgozó cégnél. Hát dolgozom. A Salgótarjánban az menő. Igen, vagytok még sok, vagy meg kevesebben dolgoznak? Hát már most a konkrét üveggyár nincs, tehát mi úgy veszük az üveget. Ja. És nagy táblaüvegeket savmaratunk. Ez baromi izgi. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Ja, hát tegnapról ugye megmaradt kettő, az hozzá patintottam még egyet. Nem nehéz, szerintem abszolút vihető. Na, csak nézzük. Nem találom. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik az a város, amely a Mosoni Duna, a Rába és a Rábca torkolatánál fekszik? Ez Győr. Így van. A folyók városa. Nagyon jó. Filmes kérdés a következő, neki menjünk? Igen. Így szól a második kérdés, Klassz FM-es sapkáért, sálért. Milyen madár a lázadás szimbóluma az éhezők viadal a filmsorozatban? Hát, na. Tudom, ezt tudni kell. Aki egyszer látta, csak egy részt látott belőle, az már tudja. Valami madár? Jött a válasz? Milyen madár? Az jó, mert milyen madár? Az jó, hát egyébként jó nyomon vagytok. Nem, csak mondták, hogy valamit mondjak mindenképpen. Jó, hogy valamit mondjál? Hát fia, ha nem láttad, akkor fogalmat se lesz. Tehát biztos, hogy nem találod el. Nem láttad a filmet egyik részét sem? Láttam, azt hiszem, csak nem ugrik be. A könyvet olvastad esetleg? Nem, azt hiszem, hogy nem. Ez a fecsegő poszáta lett volna. Ja, hát a fecsegő poszáta. Egy jó kis fecsegő poszáta, igen. Hát két esélyes a dolog, ha láttad, tudod, ha nem láttad, fingod. Látta, bocsánat. Nem tudja. Vagy nem emlékszel rá, igen. Ez a harmadik. Hát igen, ez nem ugrott be sajnos. Ugye ez a fecsegő poszáta, ez tulajdonképpen tényleg a lázadás szimbóluma, és akkor ezt mutatják ott, és akkor ott... ott hát nagyon sajnálom. De ezt így mondják a filmben, hogy de szép az a fecsegő poszáta, a szimbólum. Hát minden részben elhangzik. Igen? Minden részben. Igen.
meg aztán emelik a kezüket, és akkor azt hiszem ezt a szimbólumot mutatjuk. Én olvastam könyve is, de már nem emlékszem annyira rá. A végén mindenki meghal. Jó sztori egyébként. A lényeget kiragadtam. Láttam, mindenki meghal. Ferikém, ez egy gyors játék volt, és bumozni se tudunk, mert hogy nem a harmadik kérdés hát igen, után. Sajnos. Igen, most picit neki búsultál, azt hallom. Hát neki búsultam, mert a kislányom ma 18 éves, és neki szerettem volna egy sapkát sárat. Nem volt ott senki? Voltak fiúk itt mellettem még négyen, de nem. Vagy nem látták a filmet, vagy nem ugrott be senkinek. Nem ugrott be senkinek. Hát legközelebb, jó? Lesz még szülinapja a lányodnak, és akkor hát próbáld meg jövőre. Jó? Köszi a játékot! Én is köszönöm. Csálló! Hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 3 perc múlva pontosan 9 óra. A hírek után TV-vel folytatjuk. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 25-ös út Egér és Kerecsend között tejköd, és trafi a kerecsendi tetőn. Ezt Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Trafipax almásfűzítőnél a Tímföldgyárnál kamionos kutya üzeni. Aztán van egy trafi Nyíregyházán, az Orosi út 4-es kilométer kövénél, üzente Kólás. Mérnek az M3-ason a debreceni kihajtónál Budapest felé vezető oldalon a felüljáró alatt, üzente Csilla. 82-es úton Győr és Nyúl között baleset, teljes útzára, terelés miatt nagyon lassú haladás. Ezt Beni küldte nekünk. Aztán trafi van az M3-ason, Miskolc irányában a 106-os 107-es kilométer között, és az M31-es 5-ös kilométer előtt az M3-as irányában szintén van egy trafi, a köd miatt későn lehet észrevenni. Köszönjük szépen! Na, hát ezek a legfrissebbek egyébként. Igen. Jól van, kedv van, ugye? Ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk az a Tibi. Istenem! Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek el, lennék szerény, ha volna mire? Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Wow, kakakaszatibi, kakaszatibi. Hey! Tibi! Tibi! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Ma. A földön, vízen, levegőben. Hozzá akartam szólni egy picikét a témátokhoz, mert egész véletlenül érintett vagyok benne. Na, az zaklatásban? Igen. Mit zaklattál? Melyik oldal? Adni is és kapni is. Adtam is és kapni. Nem, de hogy egyébként klasszikus munkahelyi zaklatás, hogy elmész mondjuk egy olyan rendezvényről, tudod mondjuk, hogy kizárólag mondjuk nők vannak, és ott mondjuk ott van egy ilyen nagyon kellemesen lemattult 200 fős női társaság, figyelj, ott konkrétan, te ott a munkádat végzed, ugye, tehát ott nagyon nagy tiltakozást nem rendezhet, de én már nekem alá nyúltak, fölém nyúltak, előről nyúltak, oldalba nyúltak, tehát hogy én... Most panaszkodsz, vagy dicsekedsz? Hát igen, ez most rossz vagy jó? Hát megmondom őszintén, az átgondolod. Tehát amikor az van, hogy nyomsz egy bulit, mondjuk megállt tőled egy centire mondjuk egy ilyen jó 40-es csaj, és úgy gondolja, hogy neki joga van egy picit megmagyarozni konkrétan mondjuk a színpadon, és... Nem tudjuk mennyit készíteni. Na, de amit most csináltok, az pont az, ami ennek a problémája, ugye, hogy nem tudsz vele semmit csinálni, mert jaj, hagyjad már, ugyanezt csinálhatják egy nővel is, hogy jaj, hagyjad már. Ez igenis probléma, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk ott van veled a párod, és azt látja, hogy mondjuk egy 40-es nő konkrétan megfogja a golyódat, érted, és ott megtikít. És ha nincs ott? Megtikítak, de nem, egyáltalán, tehát hogy ez a másik... Ezért mondtam, hogy maradj otthon, látod? Hogy ez a másik oldalról is. Hogy fezzaklatott? Hogy ez a másik oldalról
arról is van egyébként, és erre nem tudsz jó megoldást csinálni, mert nem tudod, ott nem lehetsz tapló, nem lehetsz agresszív. Ilyen 40-es félrészek, vagy éppen nagyon részek, kiéhezett, kielégítetlen, féllepusztult, félig a sminke már kicsit leázott nőtípus, van ismerem ezt a típust, és megáll előtted egy két műsorvezetést, tud durva lenni. Megáll előtted egy 5 centire, és akkor azt mondja, hogy... És nem igazán férfi, nem tudsz mit csinálni, hozzá nem nyúlhatsz, arrébb nem teheted, csak kellemetlenkedik. És itt, és mondom... És artikulátlan, ugye? Igen, tehát... Várjál, és volt, tehát hogyha szóvá teszed, hogy most kicsit, ne haragudj már, kicsit a megtikitakisztál, vagy nem tudom, az a két farpofa az nem erre van, és belemarkol, alágynyúl, lézzél, nem tudom, és ha szóvá teszed, akkor tévében jobb fej volt le. Igen, még kicsit meg is értődik. Igen. Ha, akkor jön az, hogy na, de nem is vagy olyan jó fej, mint a tévében. Tehát, na jó, megyek hányni. Körülbelül ilyen állapotban vannak egyébként. Ilyen állapotban vannak sokszor egyébként. Ilyen megfontolásban egyébként a Gabesszal szűkítettük is a koncertek köré, tehát konkrétan egyetlen egyszer volt olyan, amit elvállaltunk, hogy magánlakás, vagy ez egy házba volt, a feleségének akart, nagyon szíves szóló volt, hogy kért, hogy ez a nagy vágya, nem tudom, elmentünk. Egy házhoz érkeztünk, szépen szívhez szóló volt, meg nem volt számlás, igen, tehát hogy megérkeztünk, tudod, lecipőztünk, és tudod, az az érzés, amikor egy ilyen bolyhos szőnyegen zokniba nyomom a nem kell mást, az megvan. És ott így beállok egy szobába, két hangfal, a feleségem a könnyektől meghatódva ül velem szemben egy fotelban, én pedig nyomom azért a hullócsillagot úgy, hogy közben így zokniba, így topogok a szőnyegen. Kicsit kiablakosodott zoknicskádban, ha áldogáltál léfen. Milyen kiablakosodott, de szemét látni. Kiablak, nem is hallottam. Nem ismerted? Kicsit átlátszó már, látszik a lábujjad. És kicsit kiablakosodott zoknikámban, ott topogtam ott a hullócsillagra, és közben ugye a még kellemetlen, hogy a reflexek nincsenek, mert milyen, hogy kezek. Magasra a kezek. Hol vannak a kezek? Hanem úgy tolod a számot, és közben próbálsz úgy ízélni, de úgy érzed, hogy még ez hozzá kéne tenni valamit, tehát hogy amikor azért elgondolkozol, ez volt az első és az utolsó, amit elvállaltam. Tehát most mindig azt mondtam a bátyámnak, hogy Gabi, olyan fellépés nem vállalunk el, ahol le kell venni a cipőt. Tehát ez a lényeg, hogy csak maradjunk cipőben. Igen, valahogy zokniban az úgy oda a méltóságot. Az megvan? Hát kicsit nyomorul, igen. Hogy megérkezik, hölgyeim és uraim, és akkor itt a meglepetésed, és ott egy ilyen custom lyukas sportzokni volt, így topogok a szőnyegen. Legalább nem fehér színű volt, nyugtass meg, tehát sötét zokni volt rajta. Na, szerintem valami fekete volt. De az jó, az jó. Fekete sportzokniban jó a hulló csillagot, hogy ott itt topogok a szőnyeg. Egy fokkal kevésbé, mint a zokniba fehér farmer, vagy fehér zoknival az a legkeményebb. Nem a zokniban volt baj. Nem, és azt akartam mondani, hogy ez egy pici komolyság, hogy egyébként tényleg tudja a palit is érinteni, mikor rácsapnak a fenekére, tudod, jaj, jó, ne érzékenykedjél már. Rossz a híre. Hogy szeretem? Na, jó, azért, amíg nem voltál komoly párkapcsolatban, addig nem volt ez bajod szerintem. Nem, az ilyenfajta ilyen agresszív magyarózást, ezt nem szereted szerintem. Tehát, hogy ez... Balázs, te biztos téged is előkaptak forgatáson ilyennel, nem volt? Ismerem ezt a tipet. Én nagyon sokat forgattam ugye a diszkóban, éveken keresztül jártuk a vidéki, meg a fővárosi diszkókat, elég sok műsorvezetést csináltam régen, kaszinókba itt, ismerem ezt a tipet. Céges bulik, ahol aztán a nők kiszabadulnak, céges bulik, ahol csak nők vannak, és mondjuk te vagy a műsorvezető. Éltem át szörnyű dolgokat, amikor rohadt magányos vagy egyedül, nem, és a falhoz vagy szorítva, és három részeg nő körülötted konkrétan azon gondolkozik, hogy berángatnak a budiba. Én soha nem értettem, amikor együtt forgatunk, hogy lehet ennyire közvetlen a stábbal a kapcsolata. Érted? Hogy mondom, mit kell tennem nekem azért, hogy engem is odajöjjenek, és mindenki, az operatőröktől kezdve. Szóval tényleg, egy ideig vicces, egy idő után, amikor már fölnyomnak a falra, vannak négyen, mindig nagyon részeg, és konkrétan nincs aki segítsen, és négyen vannak körülötted, nagyon agresszívek, nagyon részegek, és mindig nagyon kielégítetlen, és ha rajtuk múlna, tényleg berángatnának a női WC-be, és nem tudsz mit csinálni. Egy idő után azt mondta, hogy nem olyan szórakoztató. És tudnál te segíteni magadon, csak nem segíthetsz. Arrébb nem rakatod, arrébb nem rakatod. Igen. És abban a pillanatban, amikor mondjuk arrébb raktad finoman, arról lesz egy videófelvétel, és akkor leszem és egyébként nincs benne semmi szexi, tehát sokan azt gondolják, hogy persze három nő fölnyom a falhoz, de jó, de nem. Tehát egy sörszagú, részeg, az egyik éppen jött a hányásból. Rohadt agresszívek, és egyébként még csak nem is csinosak. De már azért kevés szexuális töltet van benne. De csak azért mondtam, hogy azért el lehet, és ez konkrétan munka közben van, tehát el is várják, hogy te jó fej legyél, közvetlen legyél, de amikor mondjuk áll elő a valaki, és
az a kedvenc játék, hogy ott nem tudom, csapkodja a fenekedet, akkor hogy a 20-nál mit csinálsz, érte? Tehát, hogy mindegy, tehát az ennek, hogy mi is tudunk erről beszélni, de van valami fontosabb dolog, amiről beszélnünk kell, mert megmondom őszintén, hogy itt amikor kint ültem, már láttam, hogy egy picikét készülődtök, láttam, hogy egy picikét ég a kezdetek alatt a munka. Há, mennénk dolgunk, hogy vagy, ugye, is hogy van, nem, valami cukrászda. Nyilván nem került el a figyelmeteket a jeles dátum, ugye, hogy mindjárt nőnap, tényleg. Te jó, de rendes vagy, hogy szóltál. Március 8, már, nagyon fontos. Én már készülök az fontos, igen, mert én meg a csörbök is készítettem, mert most nem az? Vagy már rányomtam a gépen. Nem nézted meg a naptárat? Nem az is van már, most, várjál már, izé az elment, mi volt 14-e, Valentin, annak vége. Mi van most? Nem tudom. Na segítek. Ki lett 37 éves? Ki? Ó! A ti ifjú barátotok. Ja! Idén is van szülőnapod? Megmondom őszintén, és hogy... most valami érdekes? Annyira jól hozzátok ezt, mintha nem készülnétek valami meglepetés, hogy már elhiszem, de annyira tudom, hogy lesz valami. Persze, mert... hogy lesz, Tibi, tudod, hogy lesz. Hogy lesz, ne lenne? Persze, hogy lesz. De most komolyan mondom, hogy nem gondolod, hogy nem láttuk, hogy hol voltál tegnap, nem gondolod, hogy mi azért egy picivel nem készültünk, hát, dehogy nem készültünk. Valami klassz lesz? Persze. Egy avancsit készíts be. Megmondom őszintén nekem, mert eddig a legemlékezetesebb ilyen születésnapi ajándékom az a 18 éves volt, amit apukámtól kaptam. Ott feltehetőleg valami nagyon komoly lesz, mert 18 éves születésnapon megrendelte, és még nem jött meg, úgyhogy az valószínűleg valami komoly. Ez van, is olyan lesz, a miénk is olyan lesz. Ti is megrendeltétek? Nem sokára itt van. De 37-re mi nem akarunk, tehát mi valami kerekre vágyunk. Ennyi. Kerekre vágytok? Igen. Jó, de akkor, hogy akkor az adás alatt azért jön majd valami. Jön, mindjárt. Meg majd hazafelé hallgatsz, Csabit, majd én elküldöm neked, Enrique Iglesiastól a Bailamost, jó? Hogy hát, ha megérinti a lelket. De gonoszak vagytok. De vártad tényleg? Én azt hittem, hogy bejövök, és hát nem tudtam, hogy be lesz-e csomagolva, vagy csak úgy simán adjátok. De nagyon be van. Be. Na, be van. Nem is látszik de most, annyira. De most komolyan nem lesz meglep, semmi nem, ajándék nem lesz. Tudod, hogy az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmit. Ez az én arszpolitikám. De ezt abszolút így gondolom, hogy most hazudhatnánk itt neked valamit, de az őszintén semmi sokkal de megnyugtatóbb. De a blokk felénél lesz valami, lesz, hogy ugye? Lesz valami. Na, van ki a csőr, vagy nincs, vagy menjünk, vagy nem? Mondom őszintén, mivel születésnapon van, ezért rendhagyó adást tartunk. Na. És ma a születésnapomon nem böki semmi a csőr. De, hogy nem böki, majd megmondom, hogy mi böki. Az böki, hogy több mint 300 000 vannak a Facebook oldalon, de csak 10 000 kiváltak boldog szülinapot. Ez szerintem biztos, hogy böki a csőröd. Hát most majd nem akarlak untatni statisztikákkal, de majd megmutatom azért, hogy pontosan hogy volt. Viszont hoztam egy játékot, hogy egy picit mókázzunk, mert nekem az viszont böki a csőrömet, hogy fekete-fehér igen nemet például soha nem játszhattam veletek, pedig én állítom, hogy én abban egy mágus lennék. Hát csörög be egyszer reggel, és akkor mi írj SMS-t, csak téged választunk ki. Ja, Figyelj, nincs bunda, itt csak SMS-ek alapján lehet bekerülni, nincs csak úgy, az ember csak úgy bekerül, kilökve egy hallgatót, írj egy SMS-t, ne írd alá, és ha téged választunk, akkor te leszel holnap. Viszont kedd legyen, mert akkor már be se kell jönnöd, mert tudod, egy héten csak egyszer. Igen, nincs repeta. Na, de hogy hoztam egy játékot, na, amiben össze tudjuk mérni az erőnket Balázssal, és akkor mint a Feri meg a Jani lesznek, és ti pedig addig kimertek kávézni. Tök jó. Nem, ti lesznek a bírák. Egy olyan játék, a Balázs fülére fog tenni fejhallgatón egy kőkemény rockzenét. Igen. És onnantól kezdve a számról kell olvasni azt, hogy mit mondok, 10 dolgot fogok mondani. Mondjuk a zene nélkül se könnyű mindig. Te szemétláda! Szándékosan nem fog jól artikulálni, te szemét. Igen. A hallgatók fogják hallani, hogy én mit mondok, és ők azt is fogják hallani, mert neked rögtön hangosan be kell mondani, hogy mit olvastál le a számról, blöffölni nem ér, és rögtön kell mondani. Tehát nem lehet még egyszer, meg mi volt az, amit rögtön gondolsz, paf, azt rámondod. Ez egy applikációs játék, amit most játszanak a fiatalok, vagy ez csak egy sima egyszerű házi bulin felvetődő játék, hogy szájról olvasás. Azt gondolom, hogy egy sima egyszerű felvetődő játék, de baromi szórakoztató, tegnap játszottunk, hát pusztultunk a röhögéstől. Tehát az egész család ezen pusztult, vagy azt jelenti, hogy ennyire hülyék vagyunk, hogy még ilyen kis dolgoknak is tudunk örülni. Te, ha neked kell a szádról leolvasni, adsz valami segítséget, hogy leírod a kezdőbetűt, vagy valamit, tehát van ilyen? Elbábozott. Tehát valami egy pici segítséget kaphatok tőled? Amennyire hangsúlyos az alsó ajkam szerint, azt gondolom, hogy ez így is egy segítség. Tehát, hogy... Balázs. Tapsi füles. Tapsi füles. Add a füles. Indítom, jövök oda hozzád, indul a zene, hangos lesz, jó? És onnantól kezdve ez a füles játszik rajtad. Figyelj! Jó. De nem kaszad a nyomsz a fülére. Jó. Nincs-e hulló csillag? Hulló. Egy picit lehalkítatom azért a zenét? Nem. Jó.
Uh-huh. Egyébként jó zene. Oh, ez jó, na végre. Zene. De ezt nem te választottad nem, a muzsikát, ugye? Nyilvánvaló. Okay. Feri, te számolod akkor, hogy, jó, hogy mennyire. Hány jó megfejtése van. Jó. Tízet próbálkozunk. Figyelsz? Oké. Okay. Megyünk. Hóember. Vappa. 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 Jó, Vappa. Jó. Nevem, jó. Jó, de... Nulla. Talicska. Talicska. Szakítsál. Esélytelen. Az enne nagyon jó. Extrém, vagy mi ez? Aha. Az. Papírlap. Paprika alap. Na, ez majdnem. Ez majdnem jó. Zokni. Csoki. Csoki. Ez is hasonlít, de két fél pontot okay, adhatok. Okay, okay. Helikopter. Helikopter. Hey! Na, első. Oké. Okay. Laptop. Ez, laptop. Laptop. Jó, ez kettő. Okay. Most már látom, hogy hova bígyed az alsó ajkán. De szemétláda. Jó van, akkor reflex. Elefánt. Nem is ugyanannyi a szó, csak szám. Hogy? Oké. Konyharuha. Konyharuha. Egy üdítőital. Nem, vagy csak majdnem. Igen. Mennyit mondtunk eddig? Azt mondja, ha a 7. Na akkor még 3 van hátra. Oké, akkor képernyővédő. Képes kifestő. És milyen jó, meggyőződésem jó, most? Nem rossz. Ebben okay, nagyon hint. Nem rossz. Oké. Véget ért? Jó. Rádió. László. Az? Az ne, nem volt már. Most én mondom ugyanezt, figyelj. Rádió. Zászló. Zászló, ezt se tudja, jó? Most te mondod, most te Jani? Neki valamit, Jani. Ugyanezt a szót. Rádió. Zászló. Hogy mondom, nem háromszor zászlót? Sevítem valók. Nem baj, jó van. Mi volt? Nem zászló rádió. Volt? Az utolsó a rádió volt. És mind három azt mondtad, rádió. Igen, mind és mind háromszor rámondtam, hogy zászló. Na, Lászlót mondtál, zászlót, zászló. Most ti vagytok ellenem, jó? Esélytelen. Ti vagytok ellenem, jó? Mind a hárman mondhattok, jó? Aha, jó. Okay. Én nagyon fura, hogy ilyen hangosan szól a zenet. Igen, az ember elkezd üvölteni. És hogy igen, jó. Tedd föl a füles. Persze, kész vagyunk. Visszatekerem. Hány megfejtése volt? 2 vagy 3? Igazán jó 2, és volt 4 olyan. Igazán jó 2, ha 3-at csinálok, akkor az éves bajnok. Jó. És ezt játszátok házi bulimban, Dibi? Tegnap este jökörködtünk a családdal, gyere? Na, tessék. A zene nagyon jó, ami szól alattam. Igen. Jó. Na, szívassuk rommá. Jó, figyelj. El kell káposztásított alanyítottátok. Ne. Túl. Kitaláltam, hogy nem. Micsoda? Ezt engedd el, ez nincs. Te szemetek vagytok. Na, te jössz. Na, Balázs, te nyomjad. Balázs. Távirányító. Teverugó. Aha. Nagyon jó. Nagy szuper volt. Esélytelen volt. Jani. Prostata. De artikuláljál már. Prostata. Aha, mozi csicska. Mozi az. Mozi csicska. Az micsoda. Csicska. Kíváncsi ennek a Tibieknek, ki nyert azért ebben a játékban. Robotgép. Csokigép. Nagy. Nem rossz. Alacsony nézettség. Alakuló ülés. Nem, kaszasó. Nulla. Ki jön? Jani. Zapkása. Szabálysértés. Aha. Az. Jó. Majdne ez. Egy az egybe. Ez közel volt. Eletrafáltam. Na gyere, Balázs. Én jövök. Fodrászat. Vadászat! Hogy örül a hülye? Nem vadászat? Nem, fodrászat. Ez biztos, utas még egyszer. Fodrászat. Fodrászat! Most az, már késő. Na, nem, ez nem pont. Másodjára. Meg neki, hadd örüljön. Ja. Nulla pont. Hulla pont. Figyelj, egy utolsó a Balázs. A legprimitívebb játékre. Egy utolsót a Balázstól. Nagyon. Proszektúra. Proszektúra. Ezt akkor se érti, hogy ha hallja. Mondjék. Proszektúra. Jó, kés. Mondja be egy könnyebbet. Villamos. Villamos. Megvan az első pontod. Na jó, elegem van. Úristen, de nehéz.
proszektúra volt, de az egy de a villamos az jó volt. A villamos jó volt, meg akkor mi volt még a végén? Ez az egy. Nem, a fodrászat. Az a durva egyébként, hogy baromira hangosan szól a zene tényleg, és azt látod, hogy emberek üvöltöznek, az egészből semmit nem észlel, csak az, hogy hangos a zene. Te is üvöltöztél. És te is elkezdesz üvölteni, persze. László! Kinyerte ezt a játékot. Már nem most, tegnap a családban volt valaki, aki ügyes volt, mert itt nagyon kell figyelni. Tegnap mindenki vesztett. Mindenki vesztett. Hát a hülyék vagyunk. Tehát ott a bátyám a garázs nem tudta kitalálni konkrétan. De figyelj, próbáljátok ki, hogyha bárkinek van kedve jót röhögni, semmit nem lehet kitalálni belőle. Tehát konkrétan. De az, hogy rávágod rögtön, vagy ha agyalsz, akkor nyilván ki lehet, meg minél közelebb vagy, mert el kell kicsit menni messzire. De. Várj, megsüketültem. Viszont nagyon jó volt a zene, az mi volt? Extrém volt? Mi volt? Az a skidros változat, a Funk Out. Igen. Ez a Funk Out. Pornografiti albumom van, ez egy baromi jó album egyébként. Vagy nagyon-nagyon sokat hallgattam. Gyerekkorom, ezt hoztam böki a csőröm helyett, hálásak vagytok egy kis... Hát ez azért adok rá ítéletet. Adsz egyet. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgök. Jó, nem, olyan ritkán adom, hogy már nem tudom melyik. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Na megérte, látod? Nézd meg, hát mostantól nem csörbökés fog behozni, hanem valami jó pofaságot, azt adtok rá egy csörbökés, nem jó? De ez milyen jó volt régen, amikor még a családat tényleg nem moziztál meg, DVD-szél, mert leültél, és akkor kártyajátékok voltak, közös társasjáték a családdal, nem? Kocka, póker, én ezeket nagyon-nagyon bírtam gyerekkoromban. Többen kérdezik, hogy kölyök pezsgőt is ittatok-e tegnap a házi bulit. Hogyne? Hát be! Na, de hát már 9:30 van, itt játszadozunk aranyosan, elbeszélünk egymás mellett, nem halljuk a másikat, és kicsit arra gondolok, hogy talán azért, mert születésnapod van, nincs témád? Marhára nincs. Rohadtul semmi. Nem. Picit visszatekintettem, hogy a 37 év az körülbelül ugye a hitelesített... Az körülbelül 40. Nem, hogy a várható életkorom fele, ugye? Jó számolgató. Hát, 60 évesen ma a szociológiai értelembe véve egy férfi középkorúnak számít, illetve hát akkor te már tehát 30 évesen te középkorú vagy, 60 éves az átlag életkor, 60-62 év a férfi. Tehát magyarul, 30 évesen 30 középkorú vagy. 37 akkor... évesen már kevesebb van elvileg. Ugye, tehát akkor már túl, majd, hogy nem azt mondom, hogy ugye a fél út. Ugye, fél út már kicsikét, hogy visszatekint az ember, és én egy kicsikét elkezdtem gondolkozni, és összesítettem az én gyerekkoromat, hogy voltak éppen csoda, hogy én élek. Én most végignéztem azt, hogy milyen baleseteim voltak, milyen baromságaim. Hogy tartsunk egy ilyen licitet, hogy kinek milyen olyan dolga volt, amire rámehetett volna gyerekkorában. Mert én összeszedtem, baromi sok jópofa dolog van. Hogy csoda, hogy itt vagyunk. Milyen jellegű ti rosszak voltatok? Ti történt az úsztátok magatokat? Én állandóan. Na akkor induljunk el az elejéről, jó? És akkor nézzük, hogy kinek milyen van, szálljon be a licitbe. Először is engem nem is akartak. Tibi. Te győztél. Nem tudjuk üvevelni. Elpusztíthatatlan vagy. Igen. Először is engem nem is akartak, tehát én úgy voltam, hogy így beúztam egy ilyen valami spirál mellett, ami már akkor, tehát valami nagyon nem humánus, valami fogalmazásgátló módszert, kikerültem, betapadtam. Felkapaszkodtál. Betapadtam. Átküzdötted magad egy teaszűrőn. Igen, felszívtad három ikertestvéredet, akik veled együtt fogadtak, elpusztítottad igen. Őket még az anyamékben. Ekkor betapadtam, és akkor mondták, hogy ez a betapadt, és akkor én... Elsőre is értettük, Tibi. Betapadtam. Igen. Megfogantam, és... Betapadtam, azt már. Most le tudtam olvasni a szádról. Igen. Tehát ez volt az első. Tehát engem nem akartak. Valószínűleg fatalom megértem utalomnak, hogy esküszik, hogy ki fogja húzni, aztán végül is nem. Tehát, hogy valószínűleg igen, volt egy ilyen... haladjunk, igen. Mert apám valószínűleg részegen hazaért. Mehetünk de valószínűleg nem tudom, mit ihatott, de... Ez vigasztal, apám se akart volna téged. Igen. Lépjünk át ezen a dolgon. Még egyszer kérek mindenkit, igen. Akkor. Születésem. Születés. Nehéz volt? Farfekvésre jöttél. Ott volt ez a balfék, aki előttem a nagy nehezen... Nagy nehezen betapadtam, ekkor megszülettem a nyakamra tekeredett köldökzsinórral elkékülve. Hova máshova tudott volna tekeredni? A nyakamra tekeredett köldökzsinórral jöttem kifele, de elkékülve, tehát ott látszott, hogy a gyerek az most vagy medúza volt az apja, vagy valami nagyon nagy baj van. Elkékülve megszülettem, tehát ott már valami nagyon nagy gubanc volt. Tehát kiderült, hogy valami nyitott szívkamra, ahogy nem tudom, pontosan, amikor a jó vér keveredik a rossz vérre, azt minek hívják? Rossz sorozat. Igen. Pekszéria. Nem mindegy, tehát akkor még úgy volt, még 3-4 napig, ott, nem tudom, meddig járkált le anyám, úgy nézegette, hogy még addig lásson, amíg úgy vagyok.
És akkor innen indult. Tehát a kezdetek nehezek voltak. Ti könnyen... Hívő családba születtél bele? Mert azért ebből sok jelből azért már én vettem volna a lapot, hogy jó Isten sem nagyon akarja. Igen, itt letettelek volna egy kórház lépcsőjére. Én már vettem volna a lapot. Sok volt az interjel. De megyünk tovább. A születésünk, hogy az könnyen született. Gyönyörű volt. Gyönyörű születés. Balázs? Hát én majdnem 4 kilós voltam szegény édesanyám, és hát én nem egy extra nagy fejmérettel, tehát anyukámnak többször könyvelábadt a szeme, finoman szólva. Volt baj a szülésnél nem, azért. A világért nem akarok most leátpakolni 460. 460-nal jöttél? Aha. Jézus Isten. Az a 4 kilós egy kicsi, de a 460 azért az... Egy 460-kával. Szinte anya azt mondta, hogy kihussantam. Igen, és hohajtott egy... Igen. Kihussantam. Mi volt utána? Utána elkezdődött káváriám, amikor kisgyerek koromban úgy döntöttem, hogy én Niki Lauda vagyok a játszótéren a hintában, körbefordultam, majd betonnal, televertem a betont homlokkal. És hát ott egy szabad szemmel jól látható sérülés kapcsán ott a saját vérembe feküdve ott szintén próbáltam korrigálni a létezésemen, tehát hogy akkor már szerintem anyám azt gondolta, hogy milyen eleven ez a gyerek? Milyen eleven? Milyen aranyosan játszik. Anyám ott elgondolkodott, hogy nem lett volna hatékonyabb dolog tényleg védekezni, tehát hogy ez a gyerekkel azért több a baj. Na, tessék itt már fölvenni a fonalat. Kinek milyen jellegű, ilyen nagyon brutális gyerekkori balesete volt? Nekem nagyon sok minden. Na. Majdnem levágtam a nagy ujjamat fűrésszel, belefulladtam majdnem egy bányatóba, mentem a Május 9 parkba a csúszdák alatt, és szétvágtam a fejem egy kiálló vassal. És még hol volt a délután, tehát minden, amit lehet, kéztörés, lábtörés. A lefűrészel, és egyszer azon szórakoztam valamilyen ilyen, valami kommunista üdülőben, ahol voltunk nagy muterommal, nem tudom, minek hívták ezeket ilyen szót üdülőkben. Nem tudtam, hogy a gyerek voltam. És azon szórakoztam, hogy a lécekből kiálltak ilyen rohadt nagy, ilyen rozsdás százas szögek, akkor kaptam egy vadonatúj papucsot, és így lépkedtem a szögre, és azt mondogattam magamnak, hogy mint egy konferáltam volna, hogy hölgyeim és uraim, ez itt a vadonatúj szögálló papucs. Míg egyszer csak a papucs nem igazolta az állítást, és telibátszúrtam egy százas szöggel a lábamat, és még jó meg is vertek érte egyébként. Hát a drága új papucsot tenni. De utána vodkával fertőtlenítették. De hogy hozzátartozik a gyerekhez. Mit röhögtetek, amikor én átszúrtam a talpamat, meséltem, hogy mit tettünk rá ecetes szalonnát, ő meg vodkát. Na? Vodkával. Jó, hát kinek mi volt otthon? Igen, mit tettetek volna, érted? Tehát nagyon, hát nem azért szertitek rá, mert hittetek benne, hanem ez volt otthon. Nem, tehát, mert is megúsztás. Mi egy fél tengelyt tettünk rá, mert apám azt hozott haza a fősbedbe. Igen. Micsoda, fél tengelyt. Vodkával fertőtlenítették, de tessék, ki emlékszik az első gyerekkori gyomorszájba ütésére, amikor először szembesült azzal, hogy nincs többé levegő. Megvan? Negyedik általános iskola, negyedik osztály, Kassa utcai általános iskola kint az udvaron. Én nagyon erős voltam, azt akartam bebizonyítani egy felsős diáknak, és gyomorszájon vágtam. És ott egy, hát ez elég, ez tényleg, aztán oda mentem valaki, ezzel annak is lenyomtam egyet, de az már nem volt ennyire barátságos, nem tartott a jókai kiskívülnek, és visszaküldte. És ott egy térdre rajtam, arccal előre a homokba, ahogy ez ott lenni, a levegőt, és akkor onnantól kezdve elkezdtem tisztelni a felsőséget, és már rájöttem, hogy nem, sajnos annyira nem vagyok erős, mint ők. Betérdeltél ott a játszótéren? Én leküldött. Nem tudod, ez amikor a jófej kisfiú, mindenkivel a jófej, és akkor odavé, és akkor hagyják, és eljátszák, tudod, hogy fáj nekik, de valakinek nem volt éppen az. Mik volt benned, Kraft, oda mentél a nagyobbakhoz, gyomorszájon meg őket? Igen, aztán az egyik így mondta, hogy igen. Én azzal próbálkoztam, bicikliztünk együtt szintén a nagyokkal, és azzal próbálkoztam, hogy a jó ötletnek tűnt a biciklim első kerekével eltalálgatni az előttem menőnek a hátsó kerekét. Azt mennyiszer csináltam, amikor összeakadt a két kerek. Tök jó ötletnek tűnt, egészen addig, amíg ki nem kapta a kezemből a kormányt, bele a gyomromba. A kormánynak a bal szárát, és abban például eldobtam, és éreztem, hogy kifelé még megy, befelé már nem jön. Tehát meghalok. Ez megy össze. Tehát, hogy nem tudom, mi fog történni, de azt tudja, hogy meghalok. És ott álltam, és ott ordítottam. Ebből sem lesz ma az aranyzsirág. És ott álltam, emlékszem, hogy valamilyen ilyen réten, és ott így ordítottam, hogy még az utolsó levegőt így küldtem ki, tudod. És hát tényleg akkor azt gondoltam, hogy meghalok. Nektek gyomorszájás nincsen, meg az első gyerekkori jó. Zsírvétegen nem megy át az ütés, papu. Komolyan? Persze. Neked csak egy ilyen hullám volt felé, mint így elnyelt a nyakad, és aztán így vissza. Viszont sarló állva átába. Jó, de te viszont legurulnál a szalmak az arról. Hát persze, nem vicceltek ilyennel tényleg. Sarló, azt azzal lehet szórakozni. Az első magatokra rántott szekrény?
Én ajtós, tehát üvegajtót rántottam magamra, meg szaladtam bele üvegajtót, tehát verekedtem a tesómmal, és szaladtam, és rám vágta a szobám ajtót, én meg nyújtott kézzel, ugye rohantam, próbáltam megfogni, úgy, ahogy van, átvágtam, mind a két karomon végig. Tehát két kar elkötve rendesen, úgy, hogy van, végigvágtam mind a két kezemet. Azért az csúnya. Utána mész az STK-ba, varnak, oltanak. Ez nagyon kemény azért dolgok. Csoda, hogy itt vagyunk, nem? Tehát azért a jövőgetünk. És senki nem, ugye, nyilván a klasszikus dologra akarsz kitérni, vagy lehet, hogy arra is, hogy most mondják, hogy gyerekülés, meg mit tudom én. Ha nektek volt, nem volt. Jó, mondjuk autótok sem. Hát ez egy ilyen sarokba aludtam valami izén, valamilyen ilyen szénán, érted? Nem, de hogy abszolút nem voltunk itt túlvigyázva, semmilyen szintet férted. De hogy nálam ez a két ajtós szekrény sztori, csak azért akartam hozni. Konkrétan találtam kiskoromban egy cicis képet. És nézegettem, hogy, és ez az ilyen kincsem volt, tudod, ez a trákaság. Mint egy gólom a gyűrűben. Cicis kép. Ki volt rajta? Nagybátyád? Igen, akkor még örültem a cicinek, igen. És bedugtam a két ajtós szekrénynek, tehát ilyen emeletes valami volt, és így bedugtam két ilyen elem közé, és ott rejtegettem. De az, hogy ki tudjam venni, mindig egy kicsit arrébb kellett így húzni, így lögdösni a felső részét. Addig trükköztem, még egyszer a kincsem és jó magam konkrétan a két ajtós szekrényt magamra rántottam, és nagy ilyen őrült robaj, fekszek a két ajtó atomjaira hullott a szekrény, fekszem alatta, tudod, és anyám szalad be, jól vagy, és tudod, csak a kezemet tudtam kinyújtani, így az elemek, vigyázzad rá! És a kék volt a kezedben? Vigyázz! Mi 13 évesen felgyújtottunk egy pincét az általános iskolában. Nem igaz. Dehogy nem. Ezt már talán meséltem nagyon régen. Megalapítottuk az ÖSE Egyesületet. ÖSE? Ami arról szólt, öregeket segítő egyesület. Ami arról... A célkitűzés gyönyörű. Ez volt az ÖSE. Ez az ÖSE. Az öregeket segítő egyesület, ez azért csináltuk, hogy majd átvisszük öreg nénik, idős néniknek a zebrán a csomagjukat. Azért, hogy felgyújtjátok őket. És az első taggyűlésen egy pincében tartottuk a taggyűlést, a Tímár utcai általános iskola mellett, ahol felgyújtottuk a pincét. Tehát ez volt, és ott felosztott, hogy nem, ott valaki rágyújtott, ugye valaki dohányzott, rágyújtott, ledobta, felgyújtottuk, és ott voltak ilyen tároló kannák, egy csomó mindent tároltunk, mert iszonyatos balhé lett belőle, majd kivágtak minket igazgató, ott feloszlattuk magunkat, tehát azt mondtuk, hogy akkor nincs létjogosultsága az ÖSE-nek. Ez volt az első taggyűlés. 12-13 évesen égett a pincén, arra emlékszem. Alig tudtunk kijönni. Na, ÖSE, öregeket segítő egyesület. Nincs oda ÖSE? ÖSE klub. ÖSE. Mennyire? Reális, hogy 12 éves gyerekek átsegítenek idős néniket a zebrán, nem? Tehát ez van realitásra. Viszont már akkor is helyén volt az eszem, mert voltak, ugye akkor úgy voltak vele, hogy nincsen jobb burkolat ugye egy gyerek játszótérnek, mint hogyha masszív betonnal. A beton persze, ugye? Az nem, legjobb. Ha elesik az a kis lurkó, nem? Ha elesik a lurkó, akkor mégiscsak úgy legyen már egy tompít. És hinta miből van? Hát vasból. De vasból, mi másból? Legegyszerűbb. És a beton, mikor beton, ha egy kis vasat is raknak. De miért a hintából kiesés, hát az mennyire klassz. Hát tehát amikor szól anyát, hogy csatold be magad, ugye volt ez a lánc volt, amit magad ebben. Sokat védett, de nyilván nem tetted be, és ugye azt hitted, hogy ha már nagyon belököd magad, akkor ki tudsz belőle ugrani, és lábra érkezel. Az esetek többségében nem tudtál lábra érkezni. Nekünk az volt a bonyodalom, a Lajos utcai játszótéren, még a mai napig megvan az a játszótér, hogy egy ivókút volt a hintától 5 méterre. Most, ahogy elkezdünk róla beszélni, ugrálunk be a történetek. Lököm magam, tudod? Lököm, és ahogy kiesel, rá az ivókútnak, beton ivókút az élére. Uram és a fejsebb az úgy vérzik, a gyerekkorotokban volt fejsebb, hogy egy pici vágás is olyan, mintha abban a pillanatban elvéreznél. Én csak azt hittem, hogy lehajoltam, és azt éreztem, hogy valami csöpög, és mondom, jaj, de jó, engem nagyon le fognak szúrni, mert összevizeztem magam. És hogy tudod, a gyereki agya az jut át a fejeden, az fut át, hogy úristen, véged van, vizes a ruhád. És abban a pillanatban lehajoltam, megnéztem, és úgy néztem ki, mint itt ömlött a vér, anyám sír, vetődés, STK, Vörösvári út. És ilyenkor a reakciók, nekem ugyanez. Nekem itt a homlokomon ez a hinta sérülés. És a legjobb ilyenkor az, hogy mindenki körülötted megőrzi a lélek jelenlétét. Amikor én kiestem a hintából, betörtem a fejemet, akkor mindenki, aki addig barát volt, elszaladt, hogy én nem láttam semmit. A bátyám viszont szolidáris volt, hogy rohant anyámnak szólni, de azt még, mielőtt elvesztettem az eszméletemet, azt még hallottam, hogy a bátyám kiabál, hogy meghal a Tibi. Ez egy kis vidámság a lángjában. Köztesó! Úgyhogy csak arra akartam rávilágítani, hogy itt vagyunk most már azért szépen, hogy kb. Fél úton, ugye? De azért csoda, hogy élünk. Tehát, hogy azért amilyen gyerekkorunk volt... Hát a gyerekkor az kemény, igen. Azért túl vagyunk már egy-két dolgon. Hát hozzá képest búr alatt nevelkedek most már gyerekük. De hát tényleg, igen, de ezt elesik a bringával, rohansz oda féltet. Közben pedig egyébként jó tett, nem? Tehát valahogy megedzett azért ez. Igen, jó. Hát a franc se tudja.
Az amikor rohasz, hogy játszottére például a mókuskerekezés közben nekem szakadt be a lábam a mókuskerékbe. Micsoda? Tafa mókuskerék is emlékeztek rá, két oldalra támasztani, hogy hát szaladsz benne. Hát, ott van, hogy szélbe. Janika rálép egy korhat deszkára középen. Beszakadt. Eltűntem a mókuskerékbe, kezem lecsúszott, és hátra, tudod, így tarkóval lábba. És hogy miért csinálták ezt betonalapra? Hogy miért nem földet tettek oda, vagy murvát? Tehát miért kellett ez? És nagyon örülsz neki, hogy rohanhatsz a semmibe. Tudod, egy helyben rohanhatsz. Érted, hogy beszakadt a lábam, le, hátul, dél, tarkóra, betonon. Úramisten! És hogy élet túl? Tehát a védőangyalok ilyenkor tényleg mennyire dolgoznak, hogy hogy élet túl lesz 8 éves gyerekén? Fizikai értelemben ebbe bele kéne hallod. Ott abban a pillanatban most valahogy a gyerekek felkelnek egyébként. Nem. Amit látok én is néha a játszótérén, én azt hiszem, hogy ott marad, és a gyerek fel kell megrázza magát, és megy tovább. Nézzen. Elvileg nem kéne, hogy éljen szegény, mert erről olyanokat beszélek. Esnek, hogy nem hiszed el. Hogy az, hogy ebbe mi ezt a pusztulni. Ezt a szép kort megértünk, ez azt gondolom az isteni gondviselés így velünk volt. És hát nem használtál védős is a bukós isak. Nem volt semmi. Most már minden gyereken ott van ilyen olyan üvegszálas, nem tudom, milyen bukós isak, ha nem tudom, milyen üvegszálat, mi nem volt rajtad semmi. Nem volt rajta semmi. Aki nem próbált meg ilyen hát KGST kompatibilis játszótéren átfordulni a hintával, az még nem élt. Tehát, hogy az nem tudja, hogy az mekkora buli, amikor érzed, amikor a tetején vagy, és már majdnem átfordulnál, de elfogy a lendület, és leesel. Igen. Egy komolyabb libikóka baleset, amikor egy lendületből fölérsz és vissza? Nagyon jó. Persze. Szép az is. Ezek zseniális. Egyetlen dolog még zárásként a bátyámtól szeretnék elnézést kérni, hogy amikor a tapadókorongos pisztolyban a töltényt kicseréltem Rotlingra, és próbáltam őt meglőni, és a fotel mögött fedezékbe bújt, úgyhogy a kólát elfelejtette kivenni a szájából, majd mentünk a fogorvoshoz, azért bocs. Így utólag. Én a bátyámnak az órát törtem el egy párna csatánál. Mm. Én anyámra vadásztam Szlávia 630-as légpuskával, miközben teregetett. Nem igaz. De találtál. Nem igaz. De igaz, és majdnem kilőttem a szemét. Apád nem volt otthon, mert adogatta volna a lőszert. Neki mindig nagyon furák voltak a reakciói. Egy hétig nincs puska. Tehát, hogy... Hát miért? Valami? Kell valami. Hát, érted, azért büntetett keménye. Igen. Na mindegy, de rovatom lényege az volt, hogy csoda, hogy élünk. És azt gondolom, hogy ezt most igazoltuk. Félve kérdezem meg, még nem a tapsot és a sikolyt, hanem hogy merre jár a meglepi. Jön Tibi, maradj. Megvan rendelve? Picit késik a futár, 4:11-kor tudod átmenni. Nem akartunk arcoskodni vele, hogy ez a mi ajándékunk, tehát az lesz, hogy mi már elmegyünk innen, és akkor várjál, igen. Akkor fog jönni. De üljél itt, várjál, és olyan 4:11-11-kor itt lesz az ajándék. De ugyanonnan rendeltétek, mint fatarom a 18-at, mert az nagyon lassan jön. Ennek van realitása, tényleg megjön. Ha tudsz várni 10 percet, itt a meglepetés. Jó, ha szereted, nem biztos, hogy örülsz neki, nem biztos, hogy szereted. Jó, én örülnék. Tippelek egyet, Aleska? Nem. Akkor nem. Nem. Ne, mindegy. Jó. Akkor jó. Mit teszem? Bizony. Jogos a taps, jogos a sikoly. 3-4-10 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perccel mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Próbáltunk utána járni, hogy mi történt tegnap vagy tegnap előtt, mert sok internetes portál feltöltötte azt a videót, amit két fiatalember készített, amikor is ugye szarvasok százai, hanem ezrei leptek el egy utat, és szaladtak át, ami nem egy jellemző dolog rájuk, mégis azonban nagyon-nagyon szépnek tűnt ez a természeti jelenség, kiderült, hogy ennek sajnos hát nem... természetes az oka. Igen, viszont büszkék vagyunk, mert mi szóltunk a kocsiban. Mi szóltunk a kocsiban, igen, és mit csináltak? Mi a neve? Rudli. Rudliztak a szarvasok, ugye? Próbáltuk megfejteni, hogy ez pontosan mit jelent. Valamint egy német esetet boncolgattunk, egy düsseldorfi cégnél óriási botrányt robbantott ki, hogy egy dolgozó durván zaklatott egy nőt, megtapogatta, fogdosta, mégsem lett semmi komoly következménye az ügynek, mert hogy felettese jó munkaerőnek tartják a férfit, ezért nem rúgták ki, hiába tett panaszt a kolléganője. Nagyon sokan írtak nekünk hasonló esetet, nők, férfiak, hogy őket hogy zaklatták a munkahelyükön. Ezeket az SMS-eket mi be is olvastuk, és ezeket most újra megmutatjuk. 4 perc, múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Hello, mi újság? Isten éldesse a Tibit így utólag is. Azt még összefutok vele, de nem. Nem vár az ajándékra? Nem. Én azt hiszem, hogy készültem, de... Azt hittem, hogy itt lesz, pedig megvárja a 4:11-et. Örböljön, van egy trafi, mindenki vigyázzon, ezt Egro küldte nekünk,
és Tunyog Matolcson is újabb trafipax van, Sanyi küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint Ozdon a Pázmány úton is mérnek, ezt Mazsó küldte. Csabi, mégsem dobtad ki ezt a Márvány farmát, pedig azt ígérted 92-ben. De miért? Hát még jó rám. Nagyon, is. Nagyon nem szakadt ki, hát most. Rendszeresen van mosva, tehát nem is büdös. Mit akarsz? Jó az. Stretch. Márvány, tényleg nem látom. Nagyon menő egyébként. Koptatott. Tudod, ez a nem hiszed el kategória. Utoljára ilyet 92-ben láttam Isztambulba, bazáron. De két akkor Márvány, ott is kifutó modell volt. Két Márvány tojás között egyébként. Valószínűleg onnan hozták nekem is. De egy ideó. Én sosem jártam ott. Na, hívjuk a naphallgatóját. Csomó ilyen ruhadarom van egyébként, ami addig, amíg kevés volt belőle, tök menő volt, és tökre szerették az emberek. Aztán hirtelen, amikor egy ilyen tömegcikké vált, akkor elkezdett ilyen picit. Hát szerintem ez sose volt menő, csak azt gondoltad. Jó, most jó, megpróbáltam visszajönni. Igen. Menő sose volt. Morning Show. Jó reggel, hello. Sziasztok. Jaj, várj, azt nézem, hogy Anna mit írt nekem. Nem írtad alá, hogy hívnak? Viktor. Viktor, hello Viktor. Ezt mire írtad ezt, amit írtad? Az zaklatásod? De azt írtad, hogy az én testemet miért nem akarja senki kihasználni. Ezt írtad nekünk, ugye hát beszélgettünk erről a dologról azért komolyabban is majdnem egy órán keresztül, aztán a végén kicsit humorizáltunk. Nem zaklat senki? Azóta már beszéltem a feleségemről, úgyhogy most már kihasználja teljesen. Szóvá tetted. Jól van. Te vagy a naphallgatója, Viktor. Jó, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Köszönöm. Hol hallgatsz minket? Most éppen Gödöllön. Gödöllön. Nagyon jót is szólunk. Oké, küldjük neked. Köszi, Viktor. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Csabi Kám, remek zenék? Azért szerintem az egyedülálló pasik nagy része szeretne részt venni egy olyan projektben, mint a Michael Douglas. Az Akadás ja. filmben, tehát azért arra sokan vágyakoztak, hogy szépen fejezzem ki magam. Egyébként egy olyan zenét hozok most, egy nagyon-nagyon régit, mert tudom, hogy az újakkal nem tudtok mit kezdeni. Abból a korszakból, amikor még nem lehetett bármikor megnézni egy klipet, nem tudom, az interneten, hanem várni kellett a tévé előtt. És van egy klip, amit zeneileg nem volt az enyém, de nagyon vártam, mert... Sabrina. Azért egyébként, a nők miatt, 90-es évek elejéről van szó, amikor még divat volt a koptatott farmerem, azért jöttem ebben. Éva Herzigova, aha, Linda Evangelista, aztán Estelle Halliday, Tyra Banks, megvannak ezek? Nem úgy sajnos, de... És ezek mind benne voltak egy klipben. Na melyik volt ez a klip, ki emlékszik rá? Too Funky. Azaz! Na, ezt fogom nektek lejátszani, hogy egy kicsit elővegyük ezeket az emlékeket, Csavasz, és emlékezzünk ezekre a szép lányokra, hogy ott vonaglott. Meghallgatjuk. Jól van, Csabi. Egy perc van pontosan 10 óra. Ez se. Nem látod rajtam. Nem látod, hogy mennyire örülök. Hát ennél jobban még sosem örültem szerintem mindennek. 555-55-00, ez a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az Köszönöm.